reggelt kívánunk, kedves nézők! Jó reggelt! Schubert Évával együtt. Mindenek előtt essünk túl mindazon, amit ilyenkor az elején el szoktunk mondani. A szerkesztőség címe Budapest, Steinlimre utca 6, második emelet 208. A szerkesztőség telefonszáma 13 13 582. Ezt azért is mondom, mert jelenleg is működik az üzenetrögzítő. Ne a TV számát hívják, hogyha minket akarnak hívni, hanem ezt az előbb említettek. A játéktelefonszámát is megmondom, 153-02-33, látják is kiírva. A fő téma? A fő téma. Na mi? Május lévén a csók. A csók. Majd a többit a későbbiekben, Pártai Lucia következik. Jó reggelt kívánok! Igazi vasárnapi idő lesz ma. Örüljünk egy kicsit az időjárásnak. Tegnap volt a Dunántúlon eső, tegnap előtt meg az ország nagy részén, úgyhogy ma viszont lesz szikrázó napsütés. Mindjárt nézzük is meg a műholdfilmet, hogy miért. Éjszaka elvonult egy közepes erességű hidegfront, és ezzel a hidegfronttal frissebb, szárazabb, tisztább levegő érkezett hozzánk, kisöpörte a tegnapi füllett levegőt innen. Hát ma eső nem lesz ugyan, de lesz szikrázóan napos, szabadba hívó időjárás, és sokkal frissebb hőmérséklettekkel, mint amilyen tegnap előtt volt. Ma délutánra általában 20-24 fokig emelkedik a hőmérséklet, és nagyon vigyázni kell, mert ez egy igazán csalóka időjárás. Amolyan jó, szabadba hívogató, bármilyen szabadtéri elfoglaltsághoz jó, lehet szörfözni, vitorlázni, no, nem lesz olyan nagyon nagy a szél, de azért ki lehet merészkedni a vízre, lehet evezni, lehet kirándulni, és lehet napozni is. No, ezzel tessenek szívesek nagyon vigyázni, mert attól, hogy frissebb a hőmérséklet, és attól, hogy szél is fújdogál, nos, ettől nem érezzük, hogy mennyire erős ez a mostani napsütés, és nagyon könnyű megégni, lebarnulni. Úgyhogy nem akarok egy konkrét napozó napvédőszert ajánlani, de mindenképpen érdemes használni. És hogyha már ilyen nagyon jó szabadba hívó az idő, akkor most kapcsoljuk az Érdi Pára Szabadidő Központot, külső helyszínünket. Köszöntöm a vasárnapi Turmix nézőit. Az az igazság, Lucia, hogy itt még a napozásra igazából nem alkalmas az idő. Meglehetősen fúj a szél, ami zavarja is egy kicsit az amatőr teniszverseny döntőinek résztvevőit. Ugyanis itt egy nagyszabású teniszversenynek a végéhez közeledik a rendezvény. Érdem vagyunk a Pára Szabadidő Központban. Igazából egy csodának a helyszínén, annak idején két vállalkozó, Rajna László és egy egykori válogatott labdarúgó Pál József elhatározták, hogy létrehoznak egy teniszcentrumot, egy szabadidőközpontot. Ennek a helyszínén vagyunk most, bemutatjuk, készítettünk egy filmet is az egész létesítményéről. Ez következik most. Az M7-es közelében, Érd északi részén, a parkvárosban épült ki a Pára szabadidőközpont. A szabadtéri teniszpályák és a 2000 néző befogadására alkalmas centerpálya elkészülte után alig egy évvel vehették birtokba a sportkedvelők a sportcsarnokot is. Manapság egyre többet beszélünk az egészséges életmódról. Az erőnlét karbantartásához nyújt segítséget a korszerű kondicionáló terem. A nemzetközileg is elismert fedett teniszpályák, amelyek ma már a hazai tenisz élet egyik központjának számítanak, több ízben helyet adtak magyar bajnokságnak, olimpiai selejtezőknek és világranglistás viadaloknak is. Ezen a pályán nyert páros versenyt Temesvári Andrea és Csurgó Virág. A hölgyek számára lehetőség van vonalaik védelmében a rendszeres jazz gimnasztikára, a fondaféle aerobikra. Lazításként pedig el lehet tölteni néhány percet a szaunában. Amennyiben a sportolni és pihenni vágyók több napot kívánnának eltölteni a Párában, erre is lehetőségük van. A szabadidőközpontban 21 fő elhelyezésére szolgáló szálloda várja a vendégeket. Az itt található bevásárlóközpont az élelmiszer nagyáruház mellett egyéb üzletekkel és szolgáltatásokkal várja az ide látogatókat és a helyieket. A tetőtérben remélhetőleg hamarosan megnyílik a képzőművészeti galéria is. Beszélgető partnerem Molnár István, a létesítmény teniszedzője. Igazából felpesdült itt Érden a tenisz élet. Köszönhető ez a Párának, vagy ennek azért vannak előzményei? A tenisz szakosztályunk 90 őszén alakult. Jelen pillanatban 50-60 kiskorú gyerekkel foglalkozunk. Még van kapacitásunk, tehát várjuk a jelentkezőket.
férfi teniszcsapatunk működik, aki jelenleg harmadik a országba. Megrendeztük idén az érdi általános iskoláknak a teniszversenyét is, ezzel is a teniszt próbáljuk népszerűsíteni Érden. Létezik-e olyan igazából, hogy családi tenisz? Mert hogy itt arra van igazából egy felhívásunk. Természetesen létezik, hát ha megnézzük ezt az amatőr verseny mezőnyét is, itt is öregek, fiatalok, férfiak, nők, gyerekek neveztek, és együtt játszanak a pályáinkon. Bár már érintettük a témát, én azt hiszem, hogy egy ilyen szabadidőközpont, főleg ahol ennyi teniszpálya van, az felpesdítheti egy ilyen kisvárosnak az életét, a tenisz életét, mint Érd. Hát reméljük, két év óta dolgozunk ezen, hogy a minél több érdi fiatal eljöjjön hozzánk teniszezni. Az előbb elmondottak alapján várhatóan még ez a létszám, amit a tenisziskolában foglalkoztatunk, még fel fog duzzadni. Van-e igazából tehetséges gyerek? Hát természetesen van, de hát ezt még olyan 6-7-8-9 éves korban nem lehet tökéletesen eldönteni. A felnőtt csapatunk hátsó része, tehát a fiatalok igen tehetségesek, és reméljük, hogy még nemzetközileg is fogunk hallani róluk. Köszönöm szépen, rövidesen jelentkezünk újra, addig pedig várjuk az érdieket ide, ki az M7-es mellé. Azon tűnődtem közbeéve, hogy egy színésznek vajon, hát azt tudom, hogy mennyire fontos a testi, a jó kondíció, mit tesz annak érdekében, hogy tényleg jó kondia legyen? Nem akarok titkokat elárulni, de tudom, hogy éjszaka jött haza Szlovákiából, éjjel 2-kor vagy 3-kor, és ez egyáltalán nem látszik, szóval... Nem tudom, én azt hiszem, a színészetnek nézve az alapfeltétele az, hogy testileg, lelkileg az ember jó kondícióban legyen. Hát a lelkieket azt adja az előképzése, ugye az irodalom, a mások pszichével való foglalkozás, tehát az elmélyült lelkélet, a testi pedig, hát azt kiképzi még a főiskola, előtanulmányok, ugye, bár vívás, torna, tánc, minden, és akkor ez annyiban marad, hogy az ember mai napig mondjuk söpör, mosogat, vasalmos, akkor mozgatja minden végtagját. Egyébként nekem ebből a szabadidő központból legjobban a neve tetszik, az, hogy pára, mert nekem rögtön Kosztolány jut eszembe, hogy teját és páragőzt, nem? Ez olyan... Van költői valahogy, és gondolom, hogy ez jó helyen van most ez a szabadidőközpont. Nagyon jó helyen, és lesz a világkiállítás, akkor már biztos, hogy egy magva lesz annak, ahol emberek találkozhatnak és szórakozhatnak. Akkor most nézzük meg, hogy mit mond a horoszkóp. Kíváncsi vagyok. Prognózis a következő hétre Kordován vid összeállításában. A héten a nap már az ikrek jegyében jár, nagyobb esélyünk van olyan problémák megoldásában, amelyekhez ész, logika és vitakészség szükséges. A kosnak. Nem rajong a papír munkáért, most mégis több írásos ügyét könnyedén elintézheti. És ami nem mellékes, pozitív anyagi következményekre számíthat. A bikának. A héten látogassa meg egy-két közeli ismerősét. Kölcsönösen értékes diskurzusokra számíthat. Az ikreknek. Látszólag úgy néz ki a dolog, mintha csak magával törődne, pedig amit tesz, annak családja látja hasznát. A ráknak. Szívéhez igen közel állnak a gyerekek. Talán hivatásszerűen is tudna velük foglalkozni. Az oroszlánnak. Hamar megfeledkezik egészségének óvásáról. Vagy úgy gondolja, hogy egy jó kapcsolat minden problémájára orvosság. A szűznek. Ha hódítani akar, akkor elsősorban saját fejlődésével törődjön. Ez most könnyen megy önnek. A mérlegnek. Valami örökség vár önre. Azonban lehet, hogy ez nem pénzben lesz mérhető, hanem szellemi értékekben. A skorpiónak. Mindig is hajtotta üzleti kíváncsisága, tudásvágya. A héten filozófiai és vallási kérdések foglalkoztatják. A nyilasnak. Barátai sokat tesznek önért. Segítségük révén sikerre és elismerésre számíthat. A baknak. Lehetősége nyílik arra, hogy társadalmi kérdésekkel, problémákkal foglalkozzék, és ezáltal anyagi bázisa is erősödni fog. A vízöntőnek. Mostanában, mintha állandóan próbáknak lenne kitéve. A helyét megállja, és jelleme erősödik. A halaknak.
Egyénisége alakulásában izgalmas és felkavaró lesz a hét eleje, majd lassan minden rendeződik, és harmóniába kerül önmagával. Könnyű zene éjgyomorra, a pop 20 első fele következik, a pop 10. Köszönöm, kívánok, kedves nézőink! Kellemes vasárnapot önöknek, akik a televízió előtt töltik a mai napot, a mai délelőttöt. Az Extra Pop 20-ban megpróbálunk extrákat nyújtani önöknek, hiszen vendégeink lesznek Homonyik Sándor, Németh Lojzi, jön majd a Padödő, de azért természetesen zenélünk is, bár lehet, hogy a mai alkalommal, hiszen ettől extra, a mai Extra Pop 20, egy picit többet beszélünk. De minden esetre kezdődjék az összeállítás az Ámen együttes felvételével, amelynek címe Szabad vagy. Jó szórakozást! Kedves nézőink, mai műsorunkat a Rubin Apartment Hotel szponzorálja. Németh Lojzi a vendégünk, kezedben a lemezborító, de még nem utasd meg, erről egy picit később beszéljünk. Próbáljunk úgy beszélni a zenéről, hogy csak nagyon picit és keveset hallunk itt a háttérben. Ugyanis szeretném elmondani a kedves nézőknek, hogy annyira friss a dolog és annyira gyorsan szerettünk volna szólni az új nagylemezről, hogy a klip még nem készült el, de egész biztos, hogy a közeljövőben valamelyik popuszban már láthatják. Tehát nem tudom, hogy könnyű vagy nehéz a feladatod, arra kérlek, hogy mutasd be az új nagylemezt. Mégiscsak. Mégiscsak. Azért fontos, hogy ezt a borítót bemutassam, mert pontosan ellene mozog a zene. Ez a város, kérem, attól olyan szép, mert hiányzik belőle a mozgás, az ember. Ahogy a hátoldalát megmutatom, ami most itt teljesen csupasz, de majd ezekre fotók jönnek, később megmutatjuk, attól a pillanattól kezdve érkezik ide a Coca-Cola, a McDonald's, a piszok, a kosz, amit az emberek átlában a saját városaikba hordanak. Na most a zene nagyjából erről szólna, és rendhagyó, tehát eltér az eddigi bikini hangulattól. Az a vád érte a zenekart, hogy bőrbe öltözve lírai zenét játszunk, a szomorú daloktól most már tényleg minden bikini lemez majd, hogy nem egyforma, a kélemez megváltozott. Annyira megváltozott, hogy most először azt a vidámságot adja elő a bikini cinikus hangvétellel, ami szokatlan, illetve visszakacsint a Mondel lemez hangulatára, és attól egy kicsit még elrugaszkodottam. A lemez címe pedig Izzik a tavaszi délután, ami nem újdonság, ez régen megjelent a Rossz frakció lemezén, és most átdolgoztuk, azt hiszem, hogy méltó címe lesz ennek a lemezborítónak ez a nóta. Kíváncsivá teszel, a kedves nézőknek pedig csak annyit tudok mondani, hogy az új bikini nagylemezről ma délután a Poptarisznyában már hallhatnak zenét, nem is akármilyet. Most nem tudunk képet és több zenét mutatni önöknek, de ígérem, hogy legközelebb már igen. Egy fiatal tehetséges együttes következik, az együttes neve Park. Fiatal tehetséges. Erről jut az eszemben, hogy illik beszélni a műsorvezető kerestetik pályázatunkról. 300-an jelentkeztek, 150-en küldtek fényképet, és így ennek megfelelően 150-en vonultak el a kamera előtt. Körülbelül 10
jelentkezővel, 10 igen tehetséges fiatal jelentkezővel rövidesen találkozhatnak a kedves nézőink a Pop 20 valamelyik adásában. Most viszont térjünk vissza arra bizonyos együttesre, arra bizonyos fiatal tehetséges együttesre, amelynek neve Park. Izgalmas pillanatok a Pop 20-ban, kedves nézőink. Kezemben a Supra Hits kazetta, ami már akkor is nagyon jó, amint látták, ha nem nyitják ki, de ha kinyitották, találtak benne egy sorsjegyet, és természetesen rengeteg kitűnő zenét. Itt pedig előttünk egy nagy-nagy halom kupac levelekből, különböző nyílt levelezőlapokból, illetve írott levelekből, és mind-mind egy játék kapcsán. A Zebra cégvezető igazgatója Szigeti Ferenc mellette egy hölgy, Feri, kérlek, mutasd be. Dr. Liget Érika közjegyző, ugyanis a most következő pillanatban kisorsoljuk a Supra Hits kazettában található sorsjegyet, amellyel egy polszki fiatot, kis polszki fiatot lehet nyerni. Feri, ugorj bele a levelekbe, izgalmas pillanatok. Egy valaki nyerhet, annál lényegesen több levél érkezett, több 10 000 itt az orrunk előtt, és több kiló súlyban mindez. Szigeti Ferenc megkavartam, és kihúzta. Egy miskolci nézőnk nyert ki. Deák Anita Miskolc. Gratulálok. Anita, remélem van jogosítványod, de ha neked nincs, szüleidnek biztos van. És biztos vagyok benne, hogy örülsz, illetve örül a család a polszki fiatnak. És hallgass továbbra is a Supra Hits kazettát. Színész, énekes és a női szívek állandó lakója. Ugye tudják, hogy kiről van szó, ha nem, akkor mondom. De mindjárt láthatják is. Gergely Róbert következik. Az ember fekete párnó, náluk aranyketrec vár, de abban boldog nem. Elváros legmélyén, metró barlang rejtekén, lopakodó beszedelem nyomodba jár. Mit tegyek a vadászoktól féltelen? Fekete párduc, csapdák mellől lesnek rád. Az embernek fekete párduc, náluk aranyketrec vár. Boldog abban, boldog abban nem lehet.
másodperc. Hát az gyönyörű, ennyi idő alatt annyi mindent el lehet mondani. Szűk egy percben, mikor kapált utoljára, Éva? Hát most azt hiszi, hogy megfogott, körülbelül egy hónappal ezelőtt. Hát sűrűbben kéne, nem? Van kiskert? Van kiskert. Nem akarok itt kíváncsiskodni csak. Nem, nézze, ez nem olyan dolog, hogy kizárólag ott dolgozom, nagyon ritkán dolgozom, amikor éppen kedvem tartja, de általában azt hiszem, hogy mindig mindent jót csinálni. Van kedvenc virága? Van kedvenc fám, a júdásfa. Na, hát azt hittem, hogy egyből a tulipára lyukadunk ki. Ezt azért mondom, kedves nézők, mert tulipánokat fognak most látni a telekedben. Forgatócsoportunk kint volt az Alsmeri virág aukción. Na most én itt kaptam egy ilyen rövid kis sillavuszt, ami arról szól, hogy április elején megjelent egy nagy esernyőt szorongató férfi, és nézegette a virágágyásokat. Állítólag ez az úr itt szembevételezés alapján meg tudja állapítani, hogy hol nem jó, hol rossz a virág, és akkor sok mindent megment, hogy miért fit esernyőt, azt nem tudtam kideríteni, nézzék. Virágországban egészen természetes az, hogy az országgal ismerkedő idegen hosszú kilométereken át csak tulipánmezőket lát. De még a tulipánföldeken is érheti meglepetés az embert, főként, ha éppen az Alsmeri virágaukcióra tart. Ezt a látványt döbbenten és értetlenül néztük. Pedig a magyarázat egyszerű. Megnyugtattak minket, hogy ezekről a földekről nem maga a virág, hanem annak hagymája kerül majd értékesítésre. A tulipán fejét pedig azért vágják le, hogy erősödjön a növény szára, és a tápanyagok a hagymában koncentrálódjanak. A hollandok egyébként évente 7,5 billió tulipánhagymát exportálnak. Ez pedig itt már Alsmer. Nevezetes hely ez azért is, mert 1850 táján itt indult meg az igazi virágtermesztés. Az árverési csarnok élete hajnali 5 órakor kezdődik. A beérkező virágokat az inspektor válogatja, osztályozza, majd csomagoltatja. Az ő feladata a licitálási alap meghatározása is. Ezután kerül a virág az árverési csarnokba, ahol főként exportőrök alkusznak. Mi pedig várjuk a szokásos képet. Felfelé kúszó árak, senki többet harmadszor. És egy újabb meglepetés. Az aukciós órán, amelyen származási, mennyiségi, minőségi és egyéb adatok szerepelnek, visszafelé jár a mutató. A kereskedők ugyanis, akik a kényes árut maguk is megvizsgálják, nehogy a nyakukon maradjon, lefelé licitálnak. Tehát pont fordítva, mint például egy képaukción. És szó sincs árverési kalapácsról, a vevők ajánlatait kompjúter rögzíti. Hála a számítógépnek, Alsmerben napi átlag 50 000 tranzakció jön létre. A bemutató után a virágcsokrok hamarosan repülőgépre kerülnek, hogy néhány óra elteltével újra találkozhassunk velük a barcelonai Ramblason vagy New York utcáin. Jó reggelt kívánok! Első játékosunk. Igen? Üdvözlöm, kérem mutatkozzon be. Poppán Vilmosné. Üdvözlöm. Hát amint láthatja, a számítógépesünk a kedvemén most a könnyebbik programot tette be, úgyhogy remélem, hogy sikerülni fog. Ismeri a játékszabályokat? Igen. Akkor gondolom kezdhetjük is. Amint a gép összekeverte, ime. E. E. Igen. Kérném, hogy mondjon keresztnevet, jó, hogy érthető. Igen, mondjon. Aladár. Köszönöm. Helén. Helén. Elemér. Elemér. Béla. Cecil. Elemér. Hedvig. Dénes. Géza. Helén. Elemér. Ferenc. Hedvig. És íme sikerült is. Gratulálok. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy játszott velünk. Viszontlátásra. Május, tavasz, csók. Ez természetesen csak a gyakorlatban igazi, de azt hiszem sok érdekességet rejt, hogyha csak beszélünk róla. Hát beszéljünk róla. Vagy mondjuk el, talán áruljuk el a nézőknek, hogy most ebben a műsorban, hát ha nem is mindegy, de körülbelül hányféle csókot lehet majd látni? Hát gondolom, hogy elsősorban családi csókokat, szerelmesek csókjait, elvtársi csókot, baráti csókot, kézcsókot, mit mondjak még, lehet a képzőművészetben csók, a képzőművészetben csók az állatok közt, talán még olyanról is lehet szó, és a csók eredetéről.
utóéletéről. Azt keresek itt a papírjaim között, ugye Éva, hogy a filmtörténetnek melyik volt a leghosszabb csókja? Fogalmam sincs. Itt van a Guinness. Azt mondja, hogy 185 másodpercig tartott, az úr neve nem is érdekes, a hölgye inkább. Sarah Jane Fox-nak hívták, később pedig... Ez a régen, régen felesége. Mrs. Ronald Reagan-nek. Hát most már nem úgy néz ki, mint aki ilyen nem, ez elég régen. 1940-ben mutatták ezt bizony a filmet. Ez jó régen. Jó régen, de hát hogyha már a filmnél tartunk, akkor következzenek filmek. A hollywoodi csókok. A hollywoodia vagy amerikai csók sokkal fenkőtebb volt, mint a hétköznapi. Sokkal romantikusabb. Hasznos volt az is, hogy a film különbséget tett a jó és rossz lányok között. A jó lányok nem sokat csintalankodhattak, a rossz lányok viszont kedvük szerint, mert általában megjavultak és végül alaposan megbűhődtek. A szex minden vonatkozásában az utalásos módszer érvényesült. A csók jelenet hamar áttűnt egy másikba, és a többit a néző fantáziára bíztak. A csók tehát nem csak azzal volt kifejező, amit megmutatott, hanem azzal is, amit nem mutatott meg, és ami jellemezte a társadalmat. Általában veszélyes dolog valamiről azt állítani, hogy ez az első, mert könnyen kiderül, hogy tévedtünk. Az azonban kétségtelen tény, hogy az első film a csókról 1896-ban készült Edison stúdiójában. A csók egy korabeli ismert Broadway darabot, illetve annak egy részletét vitte filmre. Mégis szenzációt keltett. Valóságos sok hatást váltott ki, már a címével is. A cenzorok is erősen támadták, mondván efféle dolgokat nem szabad filmen bemutatni. Bájos mozi volt. Szereplői középkorú, tehát idősebb emberek, mindkettő csupa ártatlanság és báj. A lelkes jóváhagyás később jött. A csók azért nyert polgárjogot, azt hiszem, mert ezzel jelezték az igazi szerelmet, és azt, ami a csók után következett. De oly módon, hogy 10% csók, 90% jelzés. Példa rá az Amerika hőskora, amelyben Lillian Gish az erdőben egy röpke és ártatlan csókot kap Henry Beaverportól, azután elválnak. Ő hazamegy, és szabadjára engedi szenvedélyét. Minden keze ügyébe eső holmit megcsókol. És így szinte erotikus jelenet fejlődik. A mozicsókról szólva Lillian Gish nemrégiben megjegyezte, ma az emberek szinte felfalják egymást, és a csók nem mutat túl önmagát, mivel a mozivásznon mindent szabad. Ha tisztában van valaki azzal, hogy a mesztelenség és a szex sem tilos, a csóknak csupán annyi szerepe lehet, mint egy előszónak. A legeslegelső csók az élet csókja volt. Isten megteremtette a férfit és az asszonyt, és azt mondta, szaporodjatok. És ez azóta is így van. A csók megtermékenyítette a művészetet, csak nem minden kultúrában és minden korban. Oszkuláció, mondja a szótár. Szerelem, édes cementje, pecsétje, tapasza, mondja az angol költő Robert Herrick. A hindu Káma Szutra legalább 30 különböző csókot sorol föl, és templomi kőfaragó szobrászok ezek legtöbbjét ábrázolták is. A csók nem csak a szerelem jelképe, a testvéri szeretet és a tisztelet jele is. A korai keresztény egyházban a szent csókot nem csak megengedték, de párfogolták is a templomi szertartások alatt. Köszöntsétek egymást szent csókkal, mondta Szent Pál. Később azonban elfajult a templomi csókolózás, és harmadik Innocent pápa a 12. században teljesen száműzte.
vendégünk Jankovics Marcel, akit azonnal kérdésekkel kezdett bombázni Schubertéva, amikor itt leült. Hát akkor most lehet megint bombázni. A csóknak valami olyan világrengető hatása lehet az egyénben, hogy például a Néma Leventét ugye úgy ábrázolja a Heltai, hogy úgy csókolja meg azt a hölgyet, hogy két évig tipródik, és utána kell menni annak a férfinak, olyan hatással van rá. Tehát valami új életet kelt benne. Na most az érdekel engem, hogy ennek nyilván népmesei alapja is van, hogy hogy történt az vajon, hogy a béka királyfit, ha megcsokolták, akkor gyönyörű herceg lett belőle, Hóférkét, ha megcsokolt a királyfi, akkor kiköhögte az almát. Szóval, hogy mik ezeknek a mesebeli csóktörténeteknek a kezdete? Mint mindennek, ennek is van bibliai alapja. Amikor Isten megteremti Ádámot, akkor az élet lehelletét leheli bele. Ez végülis egy csók formájában teszi. De hát itt nem erről van egészen szó. Itt arról van szó, hogy egy másik életszintre emeli azt a lényt, avval, hogy megcsókolja, szerelmet ébresz benne, a gyermeklányból, Hófehérkéből felnőtt nőt csinál. Illetve hát a béka királyfi esetében ez nyilvánvalóan szexuális jelentésű. Maga a béka, a póza, ahogy a békát látjuk, az a szerelmeskedő asszony tartása. A béka állaga is a szerelemmel kapcsolható össze, hogy nedves, nyálkás. És a csúnyasága pedig, ugye csúnyálatnak tartjuk rendszerint, azt a elutasító magatartást fejezi ki, ahogy amíg éretlen személy, az éretlen gyermek viszonyul a csókhoz, de attól, hogy, vagy a szerelemhez, de attól, hogy szerelmes lesz, hirtelen megszépül neki. Izgalomba jön minden tekintetben, és megszépül a dolog, és attól már királyfi az, ami addig béka volt. Van egy csomó szólásmondás, ami a csókkal kapcsolatos. Például az, hogy csókolom a kezét, lábát, megcsókolnám a lábanyomát, nem jut hirtelen több eszembe. Nyilván ez is utal a csók eredetére. Ezek a részint a szerelemben is, tehát amikor én annyira szeretek valakit, hogy leborulok a lába elé, és a lábanyomát is megcsókolnám, részint pedig egy rangjelző különbségtevés. Lehet látni a híradókban, amikor a Saddam Hussein fogadja a hódoló katonákat, és a vállát csókolják meg. Ugye a pápának a térdét kellett megcsókolni, a pápa pedig azzal fejezte ki húsvétkor mindig az alázatot, hogy megcsókolta a lábát azoknak a papoknak, akinek megmosta a lábát. Tehát az, hogy én hol csókolok meg valamit, az én alázatomat fejezi ki, vagy valakit. Na, valamit az nem volt véletlen elszólás, mert hiszen nem csak szájcsókolom. Azon tűnődtem közben, hogy ha most összedörzsölnénk itt az orrunkat, akkor Jankovics Marcelnek mi jutna eszébe róla? Eszkimók, japánok, szóval a dologban fontos szerepet kap a szaglás és az ízlelés. Tudnék, nyilvánvalóan én valakit szeretek, annak szeretem az illatát, a szagát. Természetes, hogy azon a részen, ahol például a száj körüli nem csak az ízlelő bimbók, a nyelv, a nyál, hanem azok a mirigyek, amik a száj körül találhatók, olyan illatot választanak ki, különösen izgalmi állapotban, ami vonzza a másik felet. De a dolognak van az evéssel kapcsolható része is, tehát a szaglás, tapintás, ízlelés mellett, hogy azt mondom, hogy úgy szeretlek, majd megeszlek. És akkor ehhez az tartozik természetszerűleg, hogy valahol az ő ősidőkben az anya, illetve hát a primitív társadalmakban, sőt faluhelyen még az én gyerekkoromban is általános volt, hogy az anya megcsócsálta az ételt, és átlökte a gyerek szájába. Ugye a freudisták azt mondják, hogy direkt kapcsolat van az anya, fiú, apa, leány, illetve a későbbi szerelmes pár viszonya között. Van egy ilyenfajta átviteli kapcsolat, hogy ami az anya és a gyermek között egy ilyen rendkívül szoros függés a táplálkozásban, az megmaradt később a szerelemben. Egy felnőtt fiatalember el nem tudná képzelni, hogy az anyával szájon csókolózzon. Egyébként a csóknak már a latinban is háromféle megjelölése található, hogy van a gyengéd csók, a szávium, az oszkulum, amit ismerünk, mint szájcsókot, és van a bázium, a cuppantós, ez csak gondolom, hogy a latin nyelvekben is ebből van a bézé, lőbézé. Na most az csúnyát jelent már a franciában, ezt nem illik mondani társaságban. Igen, de Rodin szobor, a csók, igen. Az a lőbézé. Hát igen, mert az egy teremtő aktus egyúttal már. Köszönjük szépen, Jankovics Marcel, mindazt, amit elmondtál. Én nagyon remélem, hogy ezek után más műsorokban is többször fogunk találkozni. Ami mindig nagy élvezetet jelent a számunkra. Köszönöm szépen. Újra jelentkezik a Pára Szabadidőközpont Érdről. Igazán várjuk a családok kijövetelét, hiszen érdemes egy családi programot csinálni, de délelőtt, hiszen sok érdekesség lesz. Lesz aerobik bemutató, karate bemutató, szkanderverseny, színész újságíró, teniszverseny, no és természetesen BMX, illetve gördeszka bemutató. Beszélgető partnerem Vaskuti Pál, akinek igazán van köze a dologhoz, hiszen tavaly még a BMX válogatott vezetője volt. Mit jelent az, hogy street style?
egy olyan cég vagyunk, aki szorosan fonódik össze a sporttal, részben a gördeszkával, részben a BMX-tel. Ezeket forgalmazzuk, és idén abban a szerencsés helyzetben vagyunk, ami nem tudom, hogy végül is szerencse lesz, vagy nem, most minden esetre eléggé kétséges a dolog, hogy mi rendezzük a világbajnokságot BMX-ben, Csillebérten augusztus 20-a és 23-a között. Hát azért is örülünk, hogy megszólalhattunk ebben a műsorban, mert ezúton is keresünk szponzorokat, illetve reklámozókat erre a világbajnokságra. Szeretnénk ezt nagyon nyívósan megcsinálni. Egy BMX szövetségi kapitány tud BMX-ezni? Én nem tudok BMX-ezni, már nem vagyok szövetségi kapitány, nem fért be a tevékenységi körökbe. Én nem tudok, de itt van egy kiváló fiatal ember, aki világbajnok volt tavaly, ő tud. Méghozzá Szőlősi Tas, aki tavaly korosztályos világbajnok volt. Mikor kezdtél el BMX-ezni? Hát így olyan 2,5 éve, 3 évvel ezelőtt. Na most hát azért ezt gondolom nem ajánlatos mindenkinek. Legalábbis az, amit itt a srácok produkálnak, azt azért jobb, ha nem mindenki próbálja meg, nem? Hát nem ezzel kell kezdeni, de mindenkinek nagyon ajánlom, mert ez egy érdekes, változatos sport. Na most én azt hiszem, igazából a BMX láz az körülbelül olyan 3 évvel ezelőtt volt igazán magas. Most mi a helyzet? Hát mint divat az már talán kevésbé népszerű, de a versenyzők azok most is folytatják, és ugyanúgy versenyeket rendeznek belőle, mint az előtt. Te miért nem kerékpáron ülsz? Mert volt egy balesetem, és megmutatték a lábamat, és most kezdek majd el nem sokára biciklizni újra. Akkor ez ezek szerint azért nem olyan fenékig tejfel, nem? Hát nem a biciklizésnél volt a baleset, de ott is előfordulhat. Nem is ért komoly baleset BMX-ezés közben? Idáig nem. Na most a klubotok, az hány tagot számlál? A klub 110 tagot számlál. Ebben csak kerékpárosok vannak, vagy vannak gördeszkások, hogy hívják ezt? Görkorcsolya? Kerékpárosok, gördeszkások, görkorcsolyások vannak benne. Jó, hát köszönöm szépen a beszélgetést, és várunk mindenkit, hiszen igazán érdekes dolgok lesznek még a délelőtt folyamán. Ha Magyarországon lenne kislemezlista, akkor egész biztos, hogy a Manhattan együttes most következő felvétele kerülne egy kislemezre, és egész biztos, hogy a slágerlistákra. De miután nincs kislemezlista, ez a dal kislemezen nem jelent meg. Viszont megjelent a Manhattan együttes első albumán. Következzen most ez a felvétel, kislemez, nagylemez, na meg minden nélkül, egyszerűen csak a klip, na meg a jó zene. Hello, ez a címe, és ez a Manhattan. Annyi mindent mondtunk már Homonyik Sándorról, a lemezeiről, a zenéjéről, de egy szót sem váltottunk arról, hogy mit csinál Homonyik Sándor akkor, amikor leteszi a mikrofont, amikor kiszáll az autóból egy-egy koncert után, amikor becsukja maga mögött az ajtót, egy szóval, amikor magánember. Én nagyon szeretem, amikor nem csinálok semmit, mert jó dolog nem csinálni semmit. Ha dolgozom, akkor nagyon komolyan veszem a munkát, sőt túl komolyan is, mert képes vagyok belehalni. Ha nem dolgozom, akkor a legtöbb időt egy mátrai faluban töltöm. Ott van egy házikom, és
Szeretem a vidéki életet. Egyszerűen visszavonulsz, elzárod a zajt magad mögött, csak akkor kint ülsz a kertben, vagy paradicsomot nevelsz, mit csinálsz a Mátrai házban? Hát majdnem ugyanezt. Tulajdonképpen most egy ilyen ház felújítás kellős közepén vagyok, úgyhogy minden energiámat ez köt le, meg minden pénzemet természetesen. Ott a faluban rengeteg jó barátom van. Tinik, idősebbek, úgyhogy velük barátkozom. Szerelemből, szerelemben, amíg csak kopál a szíved, így utazol szerelemből, szerelemben. Ez egy régi ház, egy régi kúria épület. Én nagyon szeretem a régiségeket, ez az egyik őrületem, ez a hobbim. Miket gyűjtesz? Ó, nem, tehát ilyen dísztárgyakat nem gyűjtök, csak szeretek a régi dolgok között lenni. Nagyon szeretsz bemenni egy 18. századbéli kastélybe, vagy egy olyan stílusú szobába, ott érzed igazán jól magad? Pontosan erről van szó, ezek a régi hangulatú dolgok, ezek nagyon magukra ragadnak. Tényleg azért a múltból a jelenbe egy mondat erejéig, az új nagy lemezről valamit? Hát nagy örömöm leszolgál, hogy megjelent, és sikerült. Úgy érzem, megint letenni egy nagyon jó lemezt az asztalra, de ezt majd a közönség dönti nyilván, és ehhez megtalálni egy olyan menedzsmentet, ami szerintem most nagyon profi, és hát bízom benne, hogy ez is legalább olyan tetszést fog aratni, mint az előző, ami nagy siker volt. Szerelemből, szerelemben, amíg csak dobbál a szíved, menekülsz a szerelemben. Miért van, hogy mindig újra mást akarsz, s mindig új gyönyör kell? Játszol egy kicsit, aztán mész tovább, csak játszol a szerelemmel. Mennyi kincs, amit magad mögött hagysz, és nincs, aki visszavárna ma. Hisz aki látta, hogy hajszolt az álmokat, vissza nem fogad soha többé. Szerelemből, szerelemben, amíg csak dobbál a szíved, így utazol szerelemből, szerelemben, keresel új örömöt, menekülsz a szerelemben. Mai műsorunk szponzora az Apartman Hotel, Kéri Imre a vendégünk. Én arra kérem, néhány szóban mutassa be, mert az, hogy apartman tudom, hogy mi, azt is tudom, hogy hotel, mindkettőben voltam már, de lehet, hogy erről még többet is megtudhatunk. A Rubin Apartman Hotel a 11. kerület, Dajka Gábor utca 3 szám alatt található. A név egy kicsi csalafinta, ugyanis a házba a szállodától a lakosztályig és az irodáig minden megtalálható. Az épület két részből áll, az A épület az egy hagyományos szálloda, a B épületbe pedig iroda és lakások bérelhetők hosszabb távra. Ezen kívül, mivel nyitott a ház mindenki részére, van két uszodánk, teniszpálya, söröző, bowlinggal, tekepályával, biliárdterem, presszó, mini ABC, gyógykozmetika, úgyhogy szinte az egész család ki tud egy hétvégén kapcsolódni, és az áraink is elfogadhatók, tehát minden magyar ember meg tudja fizetni. Szóval itt sok mindent lehet csinálni, úszni, sörözni, lakni, bérelni, nagyon sok mindent. De ezen kívül van-e még valami a Tarsolyban, ami újdonság, amiről még nem tudnak a nézők? Igen, van egy menedzserklubunk, ami üzletembereknek tárgyalási színhelyül szolgál, de ezen kívül itt művészek festményeket kiállítanak, amit szintén meg lehet vásárolni. Tehát olyan sokrétű ez a ház, hogy szinte nem tudja az ember azt elmondani, ami nem található. Még talán még érdekességként, hogy saját pékségünk is van, és a mini ABC-ben megvásárolható minden friss termékünk. Igazgató úr, köszönöm szépen, a nézőknek pedig csak egyet tudok ajánlani. Nézzék meg! Nézzék meg ezt a két cipőt, 36-osnál nem sokkal nagyobb, mondjuk 20-szal. Ugye tudják már, hogy kik állnak mellettem. Györgyi és Marian, eltaláltam? Igen. Pár Ricsi. Hát majdnem. Bár meg kell, hogy mondjam, hogy még az életben nem sikerült eltalálnom, úgyhogy maradjunk abban, hogy pá, dödő. És ebből nagy baj nem lehet. Új nagy lemezetek jelent meg, a szövegeket írtátok a lemezen. Van egy kutyátok is, Zoli, itt van. Most nézd meg a Zolit. Ott van Zoli.
Az Oli az ellenőriz bennünket rendszeresen, nagyon tetszik neki a díszlet, nekem meg nagyon tetszik a lemezetek. De a nézők még nem tudnak róla semmit. Igen. Néhány szót a lemezről. Hát ez a negyedik nagy lemezünk, ami most megjelent. 12 darab táncdal található rajta, nagyon szeretjük őket. A címadó dal az, hogy tessék dudálni. Zoli! Zoli már dudál. Van egy nóta a lemezen, nem azt láthatják néhány másodperc múlva a kedves nézők. Egy olyan felvétel, amely a filmslágereken is megtalálható, a La Bamba. Arra szeretnének benneteket kérni, minek beszélgessünk, végül is énekesek vagytok, úgyhogy egy sort legalább énekeljetek el, minden kíséret, illetve kísérlet nélkül, igen, vagy kíséret nélkül a La Bambából, oké? Okay? Én pedig a lemezünk megjelenése alkalmából megajándékozunk téged 2 darab palödös lufival. Aj, nagyon szépen, hogy mondjam, köszönöm szépen. A mikrofonba énekel? Ó, én vagyok a mikrofon állvány. 3 és... Milyen hamis ez a banda? A fejembe verem a falba, olyan ide fáj, tegnap itt volt a szódás. Tegnap itt volt a szódás, úgy egy körül, mára várom a párom, de nem jön el, portisztítok. Nagyon jó, köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, a padödőt látták, sőt, mi több, a padödőt láthatják. Kedves nézőink, ez volt az Extra Pop 20. Remélem jól érezték magukat. Jó lenne tudni, hogy önök otthon a TV készülékek előtt most mit gondolnak erről a műsorról, na meg egyáltalán a Pop 20-akról. Kérjük önöket, hogy írják meg véleményüket, hát ha mi is okolunk belőle. Minden esetre jól érezték magunkat, búcsúzunk, a viszontlátásra! Rekord áruházban egy hétig tart a gyereknap. Minden délután valamilyen meglepetés, kóstoló és ajándék várja a gyerekeket. A szülőknek pedig a naponta változó árkedvezmények szerezhetnek örömet. Gyereket és felnőttet egész héten szeretettel vár a Rekord áruház, mely gyereknapon most vasárnap is nyitva tart. Ha már megtanult az angolul és németül 2000 leggyakrabban használt szót a Honlap kiadó színes nyelvkönyveiből, akkor itt az ideje, hogy próbálkozzanak olasz, spanyol vagy francia kifejezésekkel is, hiszen közeleg a nyaralás, és talán sikerül eljutniuk e nyelvterületek valamelyikére. A Vidám képek segítségével könnyebben tanulhatunk, és segít a praktikusan egyszerű nyelvtan és szótár is. Ugye önök sem tudnak még túl sokat a sumér vagy egyiptomi művészetről, de ugye önök is szeretnének kalandozni rég eltűnt mesés keleti birodalmakban. Ilyen utazásra hívja Mereskovszki Kelet titkai című könyvében olvasóit. Mit tudtak a világról, teremtésről, Istenről, halálról a sumérok és egyiptomiok?
vajon miért kellett óhatatlanul elpusztulniuk a civilizációkat? Piramisokból, templomokból, pásztor énekekből és halottas könyvekből hámozza ki a szerző rejtélyes üzenetét. Jó reggelt, jó napot kívánok, kedves nézőink! Ismét itt a Sztár Totó, a vasárnapi Turmix új telefonos játéka. A mai napon, mint láthatták, Gálfi Lászlóval játszhatnak. A játékot gondolom már mindenki lassan ismeri. Rengeteg telefon jött, nézzük, hogy ki az első telefonáló. Halló, halló! Jó napot kívánok, Varga Lajosné vagyok. Kérdi csokolom szóval a keresztnevét. Jutka. Jutka? Jutka, ön lesz a első játékos. Kérdés, Jutka, honnan telefonál? Budapestről. Budapestről. Kiváló. Nézzük, van egy kettes versenyzőnk. Halló. Halló. Pataki Vilmos. Vilmos? Igen. Vilmos. Szóltatom, hogy Vilmosnak? Igen. Köszönjük szépen. Hát akkor indítsuk is a játékot. Gálfi Lászlóval fogunk játszani. Ismeri Gálfi Lászlót? Igen. Jó. Akkor nézzük az első kérdést rögtön. Ime, vajon mi volt a legutolsó színpadi bemutatója? Bolha a fülbe, két úr szolgálja, vagy pedig a rinocéroszok? Akkor Jutkát kérném szépen elsőként. Egyes. Igen. Vilmos? X. X. Hallgassuk meg Gálfi Lászlót. Az utolsó bemutatóm a Víg Színházban volt, Ionescu Rinocéroszok című darabja, amiben a főszerepet játszottam. Igen, tehát egy pontot kapott is Vilmos. A kettes kérdés következik. Vajon melyik világhírű filmsztárral játszott együtt Gálfi László, Helmut Berger, Richard Burton vagy Nino Manfredi? Most Vilmos választhatám elsőként. Egyes. Egyes, igen. Jutka? Egyes. Egyes. Hallgassuk meg most a választ. Három színész közül Richard Burtonnel játszottam együtt a Wagner című angol-magyar koprodukciós filmben. Úgy tűnik, ez a válasz nem sikerült egyik közönök sem. Menjünk tovább. Harmadik kérdés következik, most majd ismét Jutka választát kérem elsőként. Vagy melyik város a kedvence Gálfi Lászlónak? Velence, Párizs, avagy London? Egyes. Igen. Vilmos? Kettes. Kettes. Hallgassuk meg a választ. Legtöbb emlékem Velencéhez fűződik. Tehát Velence. Most úgy látom, hogy egy-egy a játék állása. Folytassuk tovább. Négyes kérdés következik, hogy milyen hangszeren játszott gyermekkorában a művész? Zongorán, hegedűn, vagy semmilyenen? Vilmos, kérem szépen. Semmilyenen. Igen, Jutka? Zongorán. Zongorán. Tekintsük meg a választ. Semmilyen hangszeren nem játszottam. Túl sokan voltunk gyerekek, és nem lett volna célszerű annyira, még, hogy mondjam, a családi házban, amik különböző hangszereken gyakorolja. Ez ilyen, tehát most a játék állása 2-1. Az ötödik kérdés következik. Vajon ki lehet a kedvenc zeneszerzője? Mendelssohn, Bach, avagy Ravel? Jutkát kérem elsőként. Jutka? Bach. Igen. Vilmos? Mendelssohn. Mendelssohn. Nézzük a választ. Johann Sebastian Bach. Teljesen kiegyenlítődött a helyzet pillanatnyilag. Hatodik kérdésünk következik, vajon melyik musical szerepében, egyik szerepében játszik Gálfi László? A Padlás, Dorian Gray vagy Óz a csodák csodája? Most Vilmos kérem elsőként. Egyes. Igen. Jutka? Egyes. Egyes. És a válasz? Az utóbbi időben tulajdonképpen ez az első zenész szerepem, az Óz a csodák csodájában, a Madár Ijesztőt játszom a Víg Színházban. Ez a helyzet, továbbra is 2-2 az állás, mert nem kapott senki pontot. És most következzen az úgynevezett bónuszkérdés, a hetedik, amely dupla pontot ér. Vajon ki a kedvenc filmszínésze? John Gielgud, James Dean, avagy Marlon Brando? És most először Jutkát kérnem. Itt. Igen. Vilmos? Kettes.
Kettes? Igen. Igen, hallgassuk meg a választ a Gálfi Lászlótól. James Dean, akinek három filmje, nagy filmje maradt fönn, és aki fiatalon meghalt. Úgy tűnik, itt eldőlt a játék. Egész egyszerűen 4 ponttal győzött Vilmos. Gratulálok, kedves útkelemtől elbúcsúzunk, és köszönjük szépen a játékát. És Vilmosnak felteszem a kérdést, hogy vajon óhajtja a nyeremét megduplázni, avagy esetleg el is veszti, vagy megtartja? Megtartom. Megtartja. Akkor nagyon sok szeretettel gratulálok, ő nyerte a mai sztártotot. Ez volt a mai sztártot, kedvesnek viszontlátása a jövő héten. Ismét csók. Mondja Éva, emlékszik még az első csókra? Most nem a szerelmes csókra gondolok, hanem az első színpadi csókra. Az enyémre? Ja, persze. Igen, emlékszem rá, sose lehet tudni című darabjában volt, amelyben egy ilyen szüfrazett nőt, emancipált nőt játszottam, aki csak a vegyi folyamatokban hisz, és az udvarlója végül is úgy győzi meg, hogy oldhatatlan ilyen vegyi affinitás vonzza hozzá, és végül természetesen legyőzetik a csók által. Egyébként abban az időben, amikor én főiskolás voltam az 50-es években, mint minden erkölcstelen rendszerben, igen szigorú álerkölcs uralkodott, és igaziból nem is tanították a főiskolán sem a csókot, szóval ilyen mágikus mintha volt a csókolódás, sőt, egy osztálytársamat azért rakták ki a főiskoláról, mert egy picit kinyitotta a blúzát az egyik jelenetben, ma ez nagyobb esély volna a felvétel. De bocsánat, én nem csak erre akartam kérdezni, hanem hogy tulajdonképpen az a fiatal színésznő, aki még tele van szerelemmel, vágyakozással, és esetleg egy olyan emberrel kell csókolózni a színpadon, akit utál, mert biztos volt ilyen is. Akkor most legyőzi a színész önmagát? Nem, ilyen nem létezik, hogy utálja, mert abban a pillanatban ő nem ő, és az nem az. Tehát én voltam 80 éves nő és a Sólyok Mária édesanyja, és akkor tényleg annyi voltam, meg is hal az ember, és akkor tényleg meghal. Csókolózik, akkor tényleg abban szerelmes, aki ott... akit az irodalom, a helyzet, a művészet oda varázsol. És akkor abban a szituációban? Az összes világ, akkor az igaz. Ha nem igaz, akkor kutyakomédia. Csak igaznak szabad lenni minden. A színpadon sokkal igazabbnak kell lenni. Nagyobbnak a szenvedélynek, nagyobbnak a bánatnak, mindennek nagyon valódinak kell lennie. De szívesen beszélgetnék még erről, de azonban meg elment az időnk. Elment az időnk, ez a picurka. Mi következik, Éva, itt valóban föl van írva? Hát akkor továbbra is a csókról fogunk beszélgetni, mégpedig egy, illetve a csók és a kézcsók illeméről egy szakavatott hölgy fog minket erről tájékoztatni, dr. Robert Istvánné, Katalin asszony, akit már aztán ismernek a tévéből. Hol divat a kézcsók? Mondjuk inkább úgy, hogy szokás. Még előfordul Franciaországban, Németországban, Ausztriában is. Az angol száz országokban sosem volt divat, nagyon ritkán fordul erre a kézcsók, és úgy tudom, hogy az északi országokban sem szokásos. Franciaországot említette először, nem véletlen, gondolom. Hát Franciaországgal kapcsolatban sok minden, sok összefüggés van, csók, kézcsók, Franciaország, Párizs. Talán ezért jutott először. Talán ez eredete? Talán igen, de ezt nem tudom biztosan. Talán a barokkorból származik, talán a rokokónál kezdődött a kézcsók divatja, de ennek utána kéne olvasni. Uh-huh. Azt, hogyha ma készülne egy illemkódex, amiben a kézcsókról, az őt körülvelő mindenféle szabályokról kellene írni, Katalin azt, hogy mit írna vele? Készülök írni egyet, remélem, hogy sikerül, mert úgy érzem, hogy van aktualitása, és sőt, kereslet is van iránta. Akkor a kézcsókról azt írnám, hogy nem kell kezet csókolni, de van, amikor az ember úgy érzi, hogy illik a nálamnál sokkal idősebbnek, tiszteletre méltó hölgynek, ha bemutatnak. Hát most férfiakról beszélek természetesen. Illik annak a kezét megcsókolni, akihez vonzódunk. Minden esetre a kézcsók előzzön meg bármit is. Hogy történik maga a kézcsók? A nő kezet nyújt, és a férfi múlik az, hogy kezet csókolé vagy nem. Tehát az ő mozdulatán? Az övén, igen. De engem néha ez a mozdulat megdöbbent, mert én egy kézdrázást várok. Megkaphatja azt is, azt sem sértés, de a kézcsók az udvariasság, hagyni kell. Ehhez szabad valamilyen kommentárt fűzni, amit az imént láttunk? Éppen kérdezni akartam, mert azért a kézcsókról annyi minden más is van. Igen, tudnilik, hát ez színházi dolog ugyan, de természetesen a társadalmi szokásokból fakad, hogy különösen a múlt századi darabokban
ugye ezt szoktuk alkalmazni, ami nyilvánvalóan társadalmi szokás volt, hogy a férfi felemeli, ha egyenrangú a hölgyel, a hölgy kezét körülbelül az út kétharmadáig. És ha ül a hölgy? Akár ül, akár áll. Igen, na, akkor most hogy csináljuk? Szóval, na most én nyújtom a kezemet, most maga eddig emeli föl, igen, és most ráhajol. Egyharmadban ráhajol, köszönöm szépen. Igen. Na most, hogyha alacsonyabb rendű, igen, akkor egészen idáig lehajol a férfi. Szóval ez volt a társadalmi szokás, úgyhogy mondjuk az ember egy múltszázadi darabot játszik, akkor nyilvánvalóan ezt így kell reprodukálni. Na de gondolom, ha nem a múltszázadi darabokról beszélgetünk, vagy gondolkozunk, akkor ez a mai életben. Én mondok valamit, én tapasztaltam, vannak olyan ismerőseim, akik felemelik az ember kezét idáig, és akkor nem csinálnak semmit. Így. Azt akkor minek? Akkor ne emelje föl. Hát akkor maradjon inkább egy derekas kézrázásnak. De ha már itt illemtanról van szó, akkor azért az sem valami szép dolog, hogyha felemeli, és csinál valamit, mondjuk megcsókolja az illető kezét. És elengedi, de? Elengedi, és akkor aztán azt nem lehet. Persze, hát ennek van stílusa. Persze. Azt szokták mondani, hogy a csókra, akár a kézcsókra, akár a szájcsókra, az alkalom és a kényszerűség veszi rá az embert. Hát ez nyilvánvalóan meghatározza az alkalom és a kényszerűség, hogy milyen társadalmi viszonyban, vagy milyen korbeli viszonyban vannak egymással. Akkor nézzük tovább Katalin asszonyt. Most nem kézcsók, hanem másfajta csók következik. A csóknak nincsenek illemszabályai. De mennyire, hogy vannak? Nem illik, hogy elcsatolni egy csók nagy nyilvánosság előtt. Vannak kivételek, például Párizs, a Párizs utcaképéhez hozzátartozik egy csókolózó pár, de egyébként illetlen dolog, és nem is tartozik senkire. A csók magánügy. De éppen ezért akkor miért lennének szabályai? Két emberen múlik. Két emberen múlik, de azért tekintettel kell lennünk embertársainkra. Van, aki nem veszi, nem látja örömmel, hogy csókolózó párt is egymáshoz, különösen, hogyha egymáshoz simuló párt lát az utcán, nem ízleléses. Kicsit magamutogatás jellege van. És különben is a csóknak meg kell, hogy legyen az értéke. Ne adjuk azt olyan olcsón és olyan könnyen, mint hogy manapság adják a fiatalok egymásnak. Magyarországon unosuntalan férfiak, nők találkozáskor agyba főbe puszélkoznak. Az már kicsit furcsa, nem? Rossz magyar szokás, nem is magyar szokás, gondolom a Szovjetunióból importáltuk, hogy régen mi volt Magyarországon hajdan, azt nem tudom, de nálunk nem volt ez a szokás családunkban, sem a baráti körünkben. A szláv népek megcsókolják egymást valóban, ha ki akarják nyilvánítani rokon szemüket, megcsókolják egymást még a latinok is, a franciák különösen. Északon ez kizárt dolog, szóval északi országokban, Angliában pedig dermesztő hatással lehetne az emberekre, hogyha a nyakukba borulnánk, és hát ugye ez vonatkozik a távol-keletre is. Irtóznak a testi érintéstől. Kiyoko, te 18 éves korodban kerültél ide Magyarországba, Japánból. Igen. Mi volt az, ami leginkább meglepett itt a csókolózási szokásokban? Igen. Az, hogy nálunk nem szokás puszit adni, csak két ember találkozik. És az volt a legnehezebb megszokni, hogy valakivel találkozom, és akkor mindenki puszit adott nekem. Nálunk nem volt szokás egyáltalában megcsókolni egymást, és ezt azt hiszem Európáról vagy külföldről jött át Japánba. De tudod, hogy ez esetleg valami vallási előírás volt? Vagy miért alakult nem, ki? Nem, például, hogy hívják? Férfi volt az első ember, és például régen a férfi ment előre, és a nők mindig három lépéssel utánuk mentek. De ez ma lassan változóban van, mert elég sok japán kimennek külföldre, sok külföldi jön be Japánba, és lassan átveszük más országoknak a szokásait is. Én 6 éve vagyok itt Magyarországon, és az adott az idő alatt elég sokat megváltoztam. Ki tudom mutatni az érzelmem. És nem lepődtek meg a szüleid, hogy például őket megcsokolod most? Mármint a japán szüleidet. Igen, őket nem szoktam. Az most nem furcsa igen. Neked? Nem furcsa. Megölelni igen, de megcsókolni ezt nem szoktam. Uh-huh. Most sem.
Japán csók. Hát lehet, hogy ez a kislány, bocsáss meg, hogy szavába vágok, hogy ezt komolyan így gondolja, vagy talán náluk így is van, hiszen tudjuk, hogy sommáson senkit nem lehet megítélni, meg nem lehet szokásokról sem beszélni, de egyet tudok, hogy amikor még nem voltak idegenek, amit mondta, hogy behozták ezeket a szokásokat, már a klasszikus Japánban a pornó ábrázolás megjelenési formái japánok mai napig. Úgyhogy évszázadokon keresztül a legfantasztikusabb ilyen festmények és grafikák pontosan a japánoktól maradtak meg, úgyhogy igenis érintkeztek ők egymással, hogy azt mondja, hogy nem szokták egymást érinteni, hát lehet, hogy ez a családjukban nem. Furcsa volt hallgatni. Ez nem egészen így van azért. A másik pedig, bocsánat, hogy még az előzőre reagálva, amit a Katalin asszony mondott, hogy ez magyar szokás, rossz szokás, ez a sok csókolózás, meg hogy szlávos szokás. Miért ez nem magyar? Csak így van, ez nemzetközileg például színész szokás is. A színészek bárhol a világon találkoznak, azok rögtön, nem tudom én, talán azért, mert érzelmileg jobban fel van az ember töltve, hogy úgy érzi, én is akármelyik férfi kollégámmal találkozom, egyszerűen nem létezik, hogy ne puszíjam meg. No, mert azon gondolkoztam közben, hogy ezt most elítélően mondja Éva, vagy pedig, hogy ez így van, és miért nem? Nem, én nagyon szeretem a csókolózást, igenis. Na, azt akartam én az előbb mondani, éppen a japán kislánnyal kapcsolatosan, hogy íme bizonyíték szintén arra, hogy azért nem egészen úgy van, ahogy ő mondta. A leghosszabb víz alatti csók 2 perc 18 másodpercig tartott, ez a világrekord, 1980-ban esett meg ez a csók, és közvetítette a Fuji televízió, a hölgy és az úr Toshiaki Shirai és Yukiko Nagata volt, úgyhogy azért nem annyira szentek a japánok, igaz? Jól lelászhattak. Párizs, arról is szó volt itt. Párizsban, ja csak a szintén, ez így ad volt szem Párizs, az volt, hogy beszéltünk arról, hogy itt a diktatúrában elég szigorú erkölcsök uralkodtak, hiszen magyar filmekben sem csókolóztak akkoriban, sőt a magyar színpadon sem. Később annál többet. Később aztán szinte annál nem többet. Is volt olyannyira, és az emberre lesz hat, hiába, hát a közvéleménye is hat, és akkor kimentünk Párizsba 56 nyarán, tehát még a forradalom előtt, én majdnem elájultam, amikor láttam, hogy a metróba csókolóznak. Szóval engem is megütött, mert annyira el voltunk szokva attól, hogy ilyen természetes kifejezését a szerelemnek, egy ilyen emelt formáját mondjuk a maga puszta valóságában az utca porában lássuk. Lehet, hogy most a franciák jönnek Budapestre, lehet, hogy ők csodálkoznak egy kicsit a magyarokon, de hagyjuk. Van másfajta csók is, azt hiszem ma még nem beszéltünk például a családi csókról. Most ez következik. Mondtad, hogy tanítottak-e téged puszítani a szüleid? Mikor? Az mellemem. És arra, hogy milyen puszit tanítottak, milyen típusút? Hát hízelegni, hogy hízeleg. Hízelegni? Igen. Hízelegni? És ki tanította? Apa. Mama emlékszik rá? Igen, az apja tanította erre, mert Kati hajlamos volt rá, hogyha valamit nagyon akart, akkor úgy teljesen begörcsölt, és dühöngött, és sírt, és akkor különféle vicceket csinált vele az apja, de hát kérdezzük meg erről őt. Az egyik ilyen stratégia, hogy le lehessen venni a szülőt a lábáról, az a mindig le lehet egyébként, hogy odabújik, és először ilyen zajos puszit adott, hogy egy kicsit úgy visszahúzódjon el. De most már... Kati, utolj már meg a papára, menj oda. Na menj vissza, utolj meg. Mikor szoktad ezt a puszit adni a szüleidnek? Hát, ha akarom, hogy játszani jöjjönnek. Vagy ha kérsz valamit, nem? Igen. És amikor nagyon szereted a papát, csak úgy tisztán őszintén, akkor milyen puszit adsz? Akkor odabújós. Mi az odabújós puszit? Jó. Te mondd, és szerinted mi a különbség a papa puszia és a mama puszia között? Papá és szúrós, nem? De. Szúrós? Igen. Ez az összkülönbség? Igen. Milyen az anyai csók? Hát szerintem más, mint az apai, de hát erről az illetékes fog majd nyilatkozni. A saját oldalamról tudok beszélni, hogy az egy nagyon fontos találkozás nekem a kislányommal, mert
érzem azt, hogy mennyire feszült, vagy nyugodt, vagy szomorú, vagy vidám. Egyfelől az izmaiból, a fejtartásából, másrészt a bőre illatából, ami nekem egy nagyon fontos információ. Jól értem, hogy egy kicsit a csókon keresztül ki is szimatol valamit a gyerekből? Igen, igen. Akkor mindig körbe szimatolom, hogy mi van vele, és ebből a lelki állapotára tudok következtetni. Hogyha nem egészséges, vagy lappan betegség benne, azt általában egy-két nappal előtte megérzem az illatából. Volt már ilyen? Volt, igen. Mit érzett? Hát azt, hogy valamilyen lázas betegség lesz, mert akkor édeskésebbé válik az illata. Van ebben a családban egy speciális puszi, amit azt hiszem te találtál ki. Hát, a mamának éreztem. Hogy történt ez? Hát reggel, amikor ment iskolába Kati, akkor, ahogy az lenni szokott már óvodában is, hosszas búcsút szoktuk egymástól venni, rengeteg puszival. És aztán egyszer kitaláltunk egy új puszit. Ez az elmenő puszi. Igen. Hogy néz ki az elmenő puszi? Gyere, megmutatjuk, jó? Mi? Így. Csók és az időjárásnak talán csak annyit, hogy ma aztán semmi akadálya nem lesz, hogy a szabadban találkozzanak egymással ifjak, idősebbek. No tehát igazán szabadba hívó idő lesz, mert hogy mi a helyzet az égiekkel, csak átmeneti felhők, egyébként szikrázó napsütés, most még meglehetősen kellemetlen szél, majd lassan-lassan csendesedik, de inkább csak este felé, ezzel a széllel hűvösebb levegő érkezett, úgyhogy a mai napon a tegnapinál kevésbé meleg délután, úgy nagyjából 2-3 óra tájban 20-24 fok várható. De azért nyugodtan ki lehet menni tehát a szabadba, és akkor mi a helyzet az utakon? Nos, az országos rendőrfőkapitányság emberei összehangoltan őrködnek azon, hogy mi ne törjük úgy össze magunkat, mint a múlt hétvégén, és remélhetőleg mindannyian épségben hazaérjünk, mert hogy múlt héten nagyon sok volt a baleset. Reméljük ez ma nem lesz így, viszont amit nem szabad az utakon, azt lehet cserénfán tenni. Ott ugyanis most zajlik, pontosabban délután 13 órától este 18 óráig a 125 köbcentiméteres egyéni motocross világbajnokság. Ez egy nagyon jó program. Valószínű, hogy azon a környéken sokan járnak az utakon. Kaposvárról a 67-es úton lehet legkönnyebben oda menni, de nézzék, a 66-os úton is az 50-es kilométer körnél lehet Cserénfa felé letérni. Hát ez egy jó program, de mi a helyzet akkor, hogyha valaki külföldre vágyik? Nos, elég sokan mennek mostanában Görögországba, és ugye probléma, hogy merre. Nézzük, ez itt a leginkább ajánlott útvonal, viszont erről az útról nem célszerű, nem érdemes letérni, hiszen ismerjük, hogy milyenek az események. Tehát a lényeg Budapest, Röszke, Belgrád, Nis és úgy a görög határ. És utoljára pedig nézzük meg, hogy milyenek a benzinárak, hiszen nem mindegy, jó előre tervezni. Hát Ausztriától egészen Jugoszláviáig láthatjuk az árakat. Sajnos a jugoszláv árak eléggé változóak még a mostani időkben is, úgyhogy ez igazából nem mérvadó. Legközelebb egy fél óra múlva programajánlat. Ugye emlékeznek még kedves nézők a sorozat kezdetére. Az M&M Exclusive Tours segítségével jött létre a Sport Szépei című sorozatunk. Immáról a 9. résznél tartunk. Ez az M&M Exclusive Tours repülőjegyek forgalmazásával foglalkozik, úgyhogy szinte adódik is, hogy a Sport Szépei közül az első 3 helyezett Miami-ba fog utazni. Hát akkor nézzük a következő szépséget. Köszöntöm a vasárnapi Turmix nézőit. Proder Marian vagyok, 3 éve bodybuildingezem. Köszönöm, hogy meghívtak a Sport Szépe sorozatba.
Vigyáznánk így jönne. Hát azt el kéne dönteni. Próbáljuk meg. Majd a végén megpróbáljuk képernyőn kívül, jó? Hogyan az egy lánynál, hogy badizik? Hát nem tudom, mindig a fiú sportokat szerettem, előtte cselgáncsoztam, és úgy döntöttem, hogy megpróbálom ezt is. Na most én láttalak téged a versenyen, nagyon szép alakod van, de hát én azt hiszem, hogy ha ezt így folytatod, akkor ez a szép alak, legalábbis az én ízlésem szerint eltűnik egy idő után. Hát ez nem biztos. Nem mindenkinél van ez így, ahhoz különböző szerek is kellenek. És te nem szedsz ilyet? Nem, semmit. Fiúban is az ilyen nagyon erős fiúk tetszenek? Igen, általában. Mondjuk ott is van egy határ. Mi az a határ? Hát azért már olyan túl nagy ne legyen. Mert én azt hallottam Badisoktól, hogy minél tovább csinálja az ember, annál inkább ez a bizonyos határ, amiről beszélsz, tolódik kifelé. Ez így van. Ez igen, így van. Akkor lehet, hogy egy év múlva fogunk beszélgetni, és kétszer ilyen erős leszel, mint most, akkor még mindig nem lesz elég. Lehet. Lehet. Vendégünk Darnay József, a Sportmarketing BT főnöke Debrecenből. Kedves Darnay úr, álljunk a közepébe, ön tartozik egy bejelentéssel. Hát ezen a bejelentésük, hogy a Sportmarketing BT az Eurosport 92-es Miss megrendezése meghívja Magyarországon az első két helyzetet a vasárnap és Turmixnek az első két helyzetet. Hol lesz ez? Ez a rendezvény Porecs Baleszva és Horvátországban, az isztriai Porecs üdülő telepen. Nehogy azt higgyék ám, a kedves nézők, hogy Darnay úr annyira megilletődött itt a stúdiótól, vagy hogy kameraláza van, szó sincs róla. Kicsit olyan furcsán forgatja a szavakat, de ennek csak az az oka, hogy sok évig Németországban élt, azon kívül jugoszláv. Szóval ilyen déli szomszédunk, horvát állampolgár, és ezért mondja, miért határozta el, hogy meghívja az első kettőt? Hát szereti az, a szép nőket? Hát elsősorban azt is. A másik sorban az, hogy mivel Magyarország és Európa felé akar lépkedni, és itt egy ilyen európai színvonalú sportolóknak, a sporttársaságoknak a választása lesz. Mindig megszokták ilyenkor kérdezni, és azt hiszem, hogy joggal. Milyen rangot képvisel ez a rendezvény? Szóval annyi magyar lányt elvittek már külföldre, és aztán tudja, mi lett a vége. Ez tényleg egy komoly dolog? Ez egy komoly dolog, mert egy komoly horvát iroda szervezi, ami már 20 éve Európában többféle rendezvényt szervez, és ők ezt komolyan gondolják, és komolyan viszik részt. Nagyon szépen köszönjük, sok sikert önnek is, meg az ő nevükben, hogy mindezt elvállalta, és akkor most valahová kapcsolunk, ugye, Éva? Igen, másfajta szépségekről lesz most szó, mégpedig a TV galériája most nyári István székesfehérvári kiállítását. Az még nem jön, nem jön, az még nem jön, egy picit hát türelmet akkor kérünk. Mi jön vajon? E harmadik fajta szépségek, de a sporthoz is köze van. Hát amit az elején olyan szépen jaj, mondtunk, hát a párába, bocsánatot kérek, hát visszakapcsolunk a párába, Érdre, elnézést kérek. Mi pedig itt vagyunk rendületlenül. Éppen zajlik a karate, a skander és az aerobik bemutató. Meglepő módon ezen a részen, mint hogyha a férfi nézők egy kicsit többségben lennének. Beszélgető partnerem Rozbroj Éva, aki rendszeresen tart itt aerobik és jazzballett bemutatókat. Kik járnak az óráidra? Bárki, óvodástól kezdve, idősebbekig, terhes anyák. Terhes anyák is? Igen, 40 év fölött is vannak. Na most ehhez azért elég jó kondi kell, nem? Ez kondi kell, és hát aki fogyni jön, az azért jön, hogy fogyjon, aki meg csak úgy jön, hát az kondíciót tartani. Meg egyáltalán szebb alakja lesz egy nőnek. Köszönöm szépen. Ha már a kondícióról volt szó, egészen másfajta kondíciót igényel a skander. Bemutatom Fehér Lajost, Bece nevén Pacalt, nagyon sokan ismerik, aki a sportéletben egy kicsit is jártas. Fehér úr, a magyar skanderozók a világ skander életében milyen helyet foglalnak el? Hát pillanatnyilag nem a legjobb helyet, mert hiszen két év alakult meg a Magyar Skander Szövetség.
de már dicsekedhetünk egy Európa-bajnoknővel, Lévai Györgyné személyében, aki 1989-ben Olaszországban, majd ebben az évben nyert harmadik helyet Barcelonában. Na most ez a gép, amit ön tart, ez gondolom az otthoni szkanderozásos segít. Ezt az asztalra rá lehet szerelni, oda a konyhába, vagy a szobába, és ezzel lehet gyakorolni, egy jó kis kondíciót lehet ezzel szerezni. Ki kezdhet el szkanderozni, bárki? Bárki elkezdte, 10 éves kortól már lehet. Köszönöm szépen, kezdődjék a szkanderverseny is. Schmidt Pál és a székhelyi Bárdi összecsapás folyik. Igazából az eredményt még nem volt időm megkérdezni. És végre itt van Székhelyi József is. Hogy álltok? Most nyertük meg az első szettet 6-4-re. És a mérkőzést is meg fogjátok nyerni? Azt mert nem ígérjük, de az első szett a miénk. Rendszeresen teniszezel, Józsi? Igen, amikor csak lehet. Bárdi színművész úr is rendszeresen teniszezik? Rendszeresen, igen, éjjel-nappal. Ellenfélről egy-két szót, hogyha hallhatnék. Az ellenfél kitűnő. Úgyhogy, ha ne adj Isten, megvernénk őket, az egy gyönyörű nagy eredmény. Mi a tét? A dicsőség. Bizony, bizony. Akkor majd az adás végén, illetve a következő bejelentkezésünkkor majd beszámolunk a pontos eredményről is. Addig stúdió. És a szabadtéri játék után most ismét játék a stúdióból. Van valaki a vonalban? Igen, Kazicsó Kolombiró, Béla Szászalombatta. Üdvözlöm. A játék szabályait gondolom ismeri. Igen. Akkor, ha összekeveri a gép, gondolom kezdhetjük is. Indulhatunk? Igen. Akkor kérném szépen. 9. 8-9. Igen. 8-as. 8-as. 7-es. 7-es. Tudja, mindig 4-es. Csak a lyuk melletti. Igen, 4-es. 5-ös, 2-es, összekevertem. 5-ös, a 2-este, 4-es az 5-öste, 1-es a 4-este. Melyik a 4-esre? 1-es a 4-este. 1-es. 2-es az 1-este. 3-as. Ez sem nem lett jó. Nem tudok sajnos segíteni. 2-es a 3-asra. Igen, azt egy ideig el lehet ide-oda tolgatni. Valamit próbáljam. Egy kicsit igen. 3-as a 2-este. Próbáljunk, még van idő. 6-os a 3-asra. 9-es a 6-asra. Igen. Hát ha más nem, legalább kicsit jobban sikerül összekeverni. Még jobban összekevertem, igen. Sajnos ez nem fog sikerülni. Hát az idő is mindjárt elfogy, de azért próbálja még, amíg van idő, addig próbálkozzon legalább. Hát, lejárt az időm. Hát az idő. Nagyon szépen köszönöm a játékot. Én köszönöm, hogy játszott velünk. Csokolom. Viszontlátásra. És most pedig, kedves nézőink, Mozart Pétert, nem Mozart, hanem Mozart Pétert több alkalommal láthatták a vasárnapi Turmixban, mégpedig vezetéstechnikai sorozatokban adott nekünk nagyon hasznos és praktikus tanácsokat. Most ismerkedjünk meg vele, mint üzletemberrel. Magyarországon vajon van-e igény az ilyen luxusautók bérlésére? Nagyon sokan megkeresnek minket, külföldi vegyes vállalatok, diplomáciai testületek, események, rendezvényekre, konferenciákra.
esküvőkre nagyon sokan megkeresnek. Szeretik ezt a típust, nagyon jól lehet tisztítani. Nem kell elmondanom, a Mercedesnek önmagának nem kell reklám, nagyon jó autó. Ezáltal egy üzletembernek sem mindegy, hogy milyen autóval jelenik meg egy tárgyaláson. Mozart Péter nevét általában a sportújságok főcímjeiről ismerjük. Hogyan válik egy ember sportolóból üzletemberré? Hát talán az, hogy megismerték a nevemet a sporton keresztül, ez jelentett egy olyan garanciát, hogy az alapítók, a külföldiek és a magyarok megkerestek, és felkértek ennek a cégnek a menedzserésére, és mind részvényes is beléptem ebbe a vállalkozásba. Melyik könnyebb, az autó mögött ülni a versenypályán, vagy egy céget vezetni? Hát mind a kettő veszélyes, de talán a céget vezetni manapság Magyarországon sokkal veszélyesebb. Azért ez a műsor sem újjon el vezetéstechnikai tanács nélkül. Nagyon sokan most ülnek életükbe először ABS fékrendszerű autóba. Hát megosztanak a vélemények az ABS fékrendszere, önkívül becsapos. Csúszós úton, télen, esőben nagyon jó, mert a blokkoló a fékezést elkerüli. Viszont arra nagyon figyeljünk oda, hogy a fékút ezáltal nem változik. Egyetlen nagy előnye van, és ez talán a legfontosabb, hogy menet közben is a blokkolás elkerülése miatt manőverzési lehetőségünk van. Hip. Most, mint Kossuth Lajos, ha még egyszer azt üzeni, most már mindnyájunknak el kell menni, valóban most másodszor jelentem be, tényleg a tévégalériája következik, székesfehérvári művész, amit az előbb bejelentettem, Nyári István festményeit fogják látni, kedves nézők. Ez az első kiállításod Székesfehérvárot, és egyben ez egy gyűjteményes életművet bemutató kiállítás. Úgy kezdted valamikor, hogy te vagy az egyetlen hiperrealista, vagy hiperestnek mondható festő Magyarországon. Tulajdonképpen ez a hiperrealizmus mit jelentett? Adottság volt, így dolgoztam a főiskolán, ebben a stílusban, fotorealista vagy hiperrealista stílusban. Nem én voltam az első, nem én még az utolsó. És mit jelentett? Hát azt jelentett, hogy attól rettegtem, hogy be fognak sorolni a szocialista, realista festők táborába a stílus miatt, mert nagyon közel végül is a szocialista realizmus stílusa, hogy hát lehet volna olyan, aki ezt jól csinálta volna a hiperrealizmushoz, vagy a fotorealizmushoz. És éppen ezért próbálkoztam egy kicsit eltérni attól tematikailag. Hát ami vagy itt látható. És milyen témákat választottál? Nekem úgy tűnik, hogy a környező élet, apró cseprő szereplői momentum. Igen, az akkori Magyarország 70-es évek vége, 80-as évek eleje. Mondjuk ez egy elég eklatáns példája az általam. Hát nem is tudom, ez majdnem szocialista képlet szerintem. Idézőjelben persze, mert ezért ez eléggé ironikusan az. De ez eléggé jól sikerült. Lehet ilyet mondani. Volt ebben valami provokáció is? Hát főleg ebben a képben volt provokáció, ami itt a falon van. Ezt úgy tudom, hogy a műcsarnokban, nem tudom, 80-as években az egyik miniszter vagy államtitkár levette a kiállításról, mert azt mondta, hogy ez nem való egy szocialista ország ifjú művészeinek kiállítására, ez egy stúdió kiállítás volt. Na most ez, hogy miért véres, miért brutális ez a kép, ez ugyancsak annak köszönhető, amilyen országban éltünk. Váltottál is, mert hát nem csak festesz, hanem elkezdtél szobrokat, illetve ilyen hordozható ékszereket készíteni, ami művészet. Nagyon jól kezdtem el a kis plasztikákat csinálni, meg életemben nem csináltam. Nem is emlékszem, mi volt az indíka, amiért elkezdtem gyártani ezeket. Lehet, hogy azért, amiket találtam a környezetemben, azok inspiráltak. És elég furcsa hely ugye New York. Minden az utcán heve, ha akarod, a szobrok is. Az ékszerek az meg tulajdonképpen azon kívül nagyon szerettem csinálni, ugyanakkor, amikor a szobrokat kezdtem el gyártani. Fordhatóak szerintem, szóval sokan azt mondják, hogy ezek túlméretezettek, túl nagyok, szoborszerűek. De például New Yorkban van egy réteg, aki ezt imádja, hogy olyan ékszereket hordani, amiből pontosan egy darab van a világon. És a másik meg, hogy egy képzőművész által gyártott ékszerekről van szó, és nem iparművész által. Nekem van egy varázsa, egyfajta primitívsége, idézőjelben. Te is azzal foglalkozom, mert minden nagy vagy kisebb művész, hogy a halál és a szex milyen szerepet játszik az életünkben. Miért mondom én ezt, vagy igaz-e? Hát
Nem, igaz, abszolút igaz. És nem is akarok ennél agyafúrtabb dolgokkal foglalkozni. És erről is beszélgettünk, hogy ez sokkal inkább a filozofusokra tartozik, és nem a művészekre, hogy ennél komolyabb, sok értelmű dolgokkal foglalkozzanak. Tehát nem hiszek ebben, hogy egy képen, vagy egy szobron, vagy egy ékszeren mély, hatalmas filozófiai értékeléseket kéne elvégezni. Nem ez a dolgunk. Annyiféle csókról volt már szó, Éva, hogy család, szerelem, ilyen-olyan, amolyan csók. Játszunk egy picit, jó? Most? Na, most elébe. Akkor ez vajon milyen csók lesz? Pártszerű. Igen, meleg. Igen, meleg. Elv. Társi. Társi. Csók! Baloldal. Tehát ön a politika kultúrtörténetével foglalkozik. A 20. század politikai kultúrtörténetéhez hozzátartozik a csók. De vajon mostani, vagy sokkal korábbi eredetű ez? Korábbi eredetű, azt hiszem az első politikai csók, a Júdás csók, amikor ugyanis Júdás Krisztus megcsókolásával jelezte azt, hogy Jézusról van szó, és így ezzel elárulta őt. Az első politikai csók is szájcsók volt, és vallásos eredetű, keresztény eredetű. Lényegében politikai, a búcsúzásnál, távozásnál, vendégek üdvözlésénél szokásos csók, a megszentelő csók, ez mind görög, keresztény, görög zsidó eredetű, és így került át később a politikába. Hát tudva levő, hogy az egész mozgalom az ateista volt. Hogyan került bele ez a vallási eredetű hagyomány? Ennek a forrása természetesen a Ruscsov népi paraszti származásával függ össze. Ő minden tekintetben a diplomáciában, a politikai életben magával hozta az orosz paraszti kultúrának ezer gesztusát és szokását. Tehát az, amikor ő ugye az ENSZ-ben ott a cipőjével veri az asztalt, az nem pusztán az ő magánőrülete, hanem az, hogy skrupulusok nélkül ezt a paraszti metódust, vagy ezt a vásári karneváli tradíciót, amiben teljesen más testi gesztusok nyelvén érintkezik egymással két ember, ő ezt bevezette a nemzetközi diplomáciába. Sztálin mondjuk testi gesztusai közül teljes mértékben hiányzott a csók, de még az arcát sem érinthették. Hát ne felejtsük el, hogy Isten figuraként működött, Isten arcát nem lehet csak úgy egy teremtménynek megcsókolni. Ruscsov megérkezik ugye 56 után Magyarországra, most mindegy, hogy ezt hogyan értékeljük, Júdás csóknak, vagy akárhogyan, és akkor az, hogy ő megcsókolja Kádárt, egy picit a rendszernek, ez tudom, hogy groteszk, vagy komikus, de a rendszernek az emberiesülését hivatott kifejezni. Tehát, hogy már megcsókolható a szovjet vezető. Az oroszok azt mondják, hogy az Isten, a Szent, a hármasságot szereti, Bog, Trojicu, Ljubit, egyébként ezt ivás közben is nagyon szeretik hangsúlyozni, de az igazság az, hogy nem tudom, hogy ki figyelte meg ez a politikus, itt már mint a szovjet politikusok csókolózási szokásaiba is pontosan így van, az, hogy milyen oldalra hajol, az pontosan követi a keresztvetésnek az irányát, és természetesen aztán Brezsnyev fejlesztette ezt. Tökélyre. Na most mennyire volt ez kötelező? Hát annyiban volt jelzésértékű, hogy ugyanilyen csókokat természetesen Brezsnyev nem válthatott mondjuk De Gaulle-lal vagy Mitterrand-nal, de válthatott az ő párt testvéreivel, részben azért, mert ugye itt egyetlen családról volt szó, részben úgy is felfoghatom, hogy egy hűbéresi viszonyról van szó. Igaz, hogy ez a hűbéresi viszony már bizonyos fokig egyenlők viszonya, mert hiszen itt arcon csókák, és nem a kezét kell megcsókolni, vagy nem a lába elé borulnak, ugye arccal a földre. De annyiban volt kötelező, amennyiben ezt felülről, tehát a szovjet vezető határozta meg. Nagy meglepetés lehetett Carter elnök számára, hogy amikor aláírták nem tudom hanyadik szerződést, akkor Brezsnyev, hát nyilván annyira örült és annyira boldog volt, és már annyira öreg is volt, hogy bizony a Carter elnököt is szájon csókolta, tehát megsértette ezt az amerikai privacy-t, ami hát az arc behatolt tulajdonképpen egy idegen arc területére. Ez a behatolás egy idegen arc területére itt Kelet-Európában lehet, hogy a
széles társadalmi rétegekben visszolgást, meg mulatságot váltott ki, de hát végül is el kellett tűrni. Bár jó magam is ebben nőttem fel, de mégis mindig idegen maradt tőlem ez az egész dolog. Mennyiben tudta elfogadni ezt a magyar politikai kultúra, vagy maguk a magyar politikusok? Azt hiszem, nem nagyon tudták elfogadni. Tudommal annak idején Szűrös Mátyás mesélt erről, hogy ő hogyan cselezte ki állandóan. Nem szerette, nem tudom. Hát ez valóban szokás kérdése. Hogyan cselezte ki? Hát végül is ki lehet cselezni azt, hogy valakit szájon csókoljanak. Csak ön, de a színházban is biztos ki lehet cselezni. Mit szól ez az Éva, ehhez látod? Éppen színházi asszociáció jutott eszembe, akkor Péter apostol azt mondja, hogy megállj, a dökhalált szívod magadba. Csak nem tudom, hogy melyiknek mondjam a kettő közül. Szeretettel köszöntjük Csányi Vilmos etológust. Ebben a mai műsorban hát emberek csókolóztak leginkább, akármennyire is. Hát igen, emberek. Az volt üdvözlésre. A dominanciára, mint mondotta, és nyilván a szerelemre elsősorban. Szóval mi újság az állatvilágban? Csókolóznak az állatok? Félek, hogy most a romantikusabb tévénézőknek egy kicsit el kéne fordulni, mert itt nagyon földhöz ragadt dolgokról lesz szó. Az állatok is csókolóznak, legalábbis egy részük. Hát például a madaraknál nagyon gyakori a csók, és hát a csók mindig udvarlással kapcsolatos, tehát a felnőtt egyedek, hímek, nőstények udvarlás közben csókolóznak. De hogy ugye a csőrüket teszik össze, vagy cviki puszit adnak egymásnak? És hát itt jön a dolognak a anyagiasabb része. A madaraknál a csók úgy jelent meg, hogy az etetéssel kapcsolatos. Tehát a madár eteti a fiókákat, ez tulajdonképpen egy csókhoz hasonló dolog, és ez az elem, hogy a fiókát eteti, ez átemelődött a hímek udvarlási szertartásába, tehát a nőstény felvesz egy ilyen fióka pózt, amire a hímet arra készteti, hogy megetesse, és hát ez tulajdonképpen egy ilyen a pároknak az együtt maradását segíti el. Mi a helyzet a négylábúakkal, például a kutyáknál? Négylábúaknál a kutyák egy jellegzetes példája ennek, ez inkább az üdvözlő csókkal lehet azonosítani. A kutyáknál, különösen afrikai vadkutyáknál az a szokás, hogy elmennek vadászni a felnőttek, otthon hagyják a nőstényeket, kölyköket, elfogják a vadat, teleszik magukat, és amikor haza ballagnak, akkor az otthon maradottak ilyen képen nyalással illetik őket. Ezt egyébként a mi kutyáink is időnként megteszik. Nos, ez egy üdvözlő gesztus, és egyben arra indítja a jól lakott vadászokat, hogy a táplálék egy részét fel öklendezik, és ezt a többiek elfogyasztják, és így egy kollektív gyomor alakul ki, tehát ez megint csak a táplálékkal kapcsolatos. Hozzánk legközelebb a csimpánzok állnak. Bocsássa meg, éppen ezen tűnődtem, nemrég jelent meg egy könyv, a Majom ABC Merl könyve, hát ő már a delfinektől kezdve oly sok állatról írt, ebben csókolóznak. A csimpánzok a vadon is csókolóznak, a csimpánzoknál is ez egy üdvözlő gesztus. Búcsúcsok nincs. Búcsúcsok nincsen, de amikor találkoznak, akkor nagyon gyakran megölelik egymást, és a csimpánzoknál az anyák nagyon sokat csókolják a kicsiket, és szintén ez a táplálékkal kapcsolatos, tehát összerágott táplálékot juttatnak a kicsi szájába, és hát itt vagyunk akkor az embernél, mert ez a szaknyelven csúcsáló etetés, tehát amikor az anya összerágja a táplálékot és úgy adja a csecsemőjének, ez a legtöbb emberi kultúrában megjelent. Aztán ez átment egy olyan formába, ahol már csak nyálat juttatnak át a kisgyerek szájába, ez nagyon megnyugtató, és természetesen ez átemelődött az emberi udvarlás szokásai közé, mint egy ilyen ősi biológiai eredetű szokás. Helyben vagyunk, köszönöm szépen. Kisvártatva megint lesz időjárás jelentés. Most az jutott eszembe, hogy talán, hát Éva is biztos a költészetből, irodalomból sokszor hallott ilyen kifejezéseket, hogy arcunkat lágy szellő csókolja. De a természetben még van egy nagyon szép csók, amiről nem beszéltünk. Nevezetesen, ha valaki régen nem látta a szülőföldjét, és megérkezik, és lehajol, és a földet csókolja. Nem? Az nekem nagyon tetszik. Igen. Most a pápa szokta, hogyha egy idegen helyre megy, hogy érez, hogy mind anyaföldjének tekinti, mindenütt megcsókolja a földet. Az emberben ez a szép, hogy mindenből kultúrát csinál. Persze, ettől ember, és nem csimpánz. Köszönjük, hogy eljött.
a Sila bizálomit, hogy tulajdonképpen milyennek a szállodának a neve. Kérem szépen, játékra invitáljuk önöket. Bécsben van egy magyar szálloda. Eléggé szokatlan módon reklámozza magát. Azt találták ki, hogy írjanak egy indulót, aztán született is egy klip, egy jó fülbemászó dallam. A lényeg az, hogy mindjárt láthatják ezt a klipet. Scheidner Károly és Bodzsár István készítette. Az lesz a dolguk, hogy május 29-éig írjanak szerkesztőségünkhöz, és írják meg a szállodának a nevét és a pontos címét. Nyerni lehet mi mindent, egyhetes, négynapos és háromnapos kétszemélyes utazást, vendégeskedést ebben a bizonyos bécsi magyar szállodában. A sorsolás május 31-én lesz a vasárnapi Turmix adásában, tehát szálloda, név, cím, és minél előbb küldjék be. Kenn das Gefühl, wir sind für dich da. Yeah.
Dombóvári Gábor idézte arcunkat, lágy szellő, csókolja, hát most inkább csipkedi, nyaldossa, mert hogy meglehetősen friss a szél. Nézzük is meg, hogy mekkora. Kelet irányból fúj, ugyanis Ukrajna felől szárazabb, hűvösebb levegő érkezett hozzánk, és ez a szárazabb, hűvösebb levegő érkezik ilyen friss széllel. Igen, már láthatják is. No hát, nyugodtan lehet szörfőzni, vitorlázni. Ez úgy Beaufort fokozatban vitorlázók szeretik, úgy 4-es, 6-osnak felel meg, de csak átmenetileg. Hogyha kerékpárra ül valaki, akkor javaslom inkább nyugat felé kerekezzen ma napközben, mert majd a szél aztán csendesedik, és amikor megfordul, akkor már sokkal kisebb lesz a szembeszél, hiszen mérséklődik. Nos, a szél nem csak a bicajosokat lögdösi, hanem sok virágport is szállít, és most már egyre többen érzékelik, hogy érzékenyek rá. A virágporok közül nagyon sok a tölgy, a gabonaféle, és itt most ugye nem látják, de a fűféle is. Nos, igazából kirándulni csak annak nem javaslom, aki nagyon érzékeny a virágporokra, más mindenki nyugodtan lépjen ki, hogyha megnézik, hogy milyenek a vízhőmérsékleteink, lehet, hogy kedvük támad elmenni valamelyik tó partjára. Nos, a tavaink hőmérséklete igen kellemes, 19-20 fok közeliek, az folyóvizek egy kicsit még hűvösebbek. És hogyha kifekszenek napozni, akkor kérem, nagyon vigyázzanak déltájban. Ilyen időjárási helyzetben a leginkább lehet leégni, lebarnulni, hiszen kristálytiszta a levegő. Nagyon inkább azt javaslom, hogy délután 3 óra után menjenek ki a napra, addig inkább az árnyékban érdemes hűsölni. És utoljára pedig már más nincs is, mint az, hogy megnézzük, hogy meddig tart ma a nappal, hiszen hogyha elmennek kirándulni, akkor ezt is érdekes tudni. Már majdnem 8:30. És nagyon jó kirándulások után azt javaslom még, hogy nézzünk el utoljára a mai utolsó jelentkezésünket Érdre. Meglehetősen udvariatlan módon félbeszakítottam itt egy teniszmeccset. Fél órával ezelőtt, amikor beszéltünk, akkor a székhelyi Bárdi duó vezetett. Most mi a helyzet? Most e pillanatban X, de a döntőszedben 1-0 nekünk, és én adogatok. Bárdi Györgyöt figyeltem, igen jók a röptéi. Nagyon szépen köszönöm, nem csak a röptéim jó. Galov Rezsőről azt tartják, hogy végre egy olyan sportvezető, aki tényleg minden nap sportol. Hát én imádom a teniszt, és ez a száraz hűvös levegő, ez tényleg jótékonyan, hát egy kicsit megtréfál bennünket, de a tréfa az a sport része, élvezzük a labdavarázsát, a napsütést és a jó társaságot. Ki lehet emelni szintén a röptéket, és azt, hogy nagyon jó lába van, ez a vízilabdának köszönhető? Hát elég jó lábtempom volt, de azért már az ízületeimet egy kicsit érzem a második szett után. Tehát akkor minden nap tenisz? Egy héten kétszer, a maradék napokon pedig úszás. Schmidt Pál, mit szól ahhoz, hogy a magánerőből létrejött egy ilyen létesítmény? Ez fantasztikus. Mi sportvezetők csak örülni tudunk ennek, hogy a magántőke a sportban is lát fantáziát. Én örömmel jöttem, hiszen itt én emlékszem, hogy itt az égvilágon semmi nem volt, és ma egy csodálatos György sport paradicsom, ez nem csak tenisz van, hanem látom, mi minden még fedett pályán. Ez egy nagyon nagy vállalkozás, én csak gratulálni tudok Rajnai Lászlónak, aki ezt az egészet megálmodta. A teniszmérkőzésen hogy érzi magát? Úgy látom, egy kicsit megizzadt. Hát lehet, hogy ebben a csapatban én vagyok a legfiatalabb, nem egészen tudom, de én derékvédővel, térdvédővel, mindennel, de azért harcolok. Össze van drótozva, foltozva? Igen, ezt mondják, össze, de bírom. Nem tudom kihagyni a kérdést, nem egészen szorosan, talán ide kapcsolódik, de elképzelhető, hogy a jövőben nem sportvezetők teniszversenyén vesz részt, hanem mondjuk diplomaták? Nem, azt hiszem még egy jó darabig, ha engem meghívnak, én itt leszek sportvezetők között. Sportvezetők között. Diplomatikus válasz, annak ellenére, hogy diplomáciát említettünk. Hát akkor köszönöm szépen, uraim, folytassák a mérkőzést, és búcsúzik Érd, búcsúzik a Pára Szabadidőközpont. A viszonthallásra, a viszontlátásra. Adjon egy perccel több. Ismét másfajta csókok következnek. Nem akarom elárulni, hogy miért. Kis csöndet kérnénk itt a stúdióban, hogyha lehet a kollégától. Szóval nem akarom elárulni, kedves nézők, hogy miért ez a nagy sürgésforgás, úgyis kiderül itt pillanatokon belül. Na hát addig azonban még van egy kis meglepetésünk önöknek. Nem konferálok semmi többet elé, legyen ez tényleg meglepetés. Nézzék! Ezt te hogy csinálod? Hát nincs könnyű dolgom. Tudod, én a nagy méretekhez vagyok szokva. Nekem rettenetesen fontos, hogy az izmaim a helyén legyenek, kicsit megmozgassam a számat, mire átölelem és magamhoz veszem addigra, itt fönt már minden rendben legyen. Hát az én öreg tanáraim arra tanítottak, hogy hát mintha a nyelvemen lenne valami, azt úgy kicsit lódítsam le onnan a levegővel. Hát ez nagyon ósdi módszer, nagyon ósdi módszer.
Manapság már azt mondják, hogy vegyél fiam levegőt, és minden akadály nélkül csak az ajkad legyen a főszereplő. Ellazítom a szám, becsukom az ajtót, hogy ne zavarjanak, és akkor elkezdem. Nagyon sok számít attól, hogy a nyelvemmel mit csinálok. Gyorsan, vagy lassan, vagy még gyorsabban. Ugyanis ez meghatározó szerintem. Csücsörítek egyet így, kinyitom a szám, és akkor várom. Várom, hogy odaérjen a számhoz. Ez általában hamar bekövetkezik. És akkor egyszer csak ott van, és akkor megszólal. Csók. Lehet a csókot tanítani? A csókot általában tanítani nem lehet. Hát akkor... Csókolózni mindenkit a partner, az első partner tanít meg igazán, és színpadon csókolózni, meg adom, erre akar rákérdezni, hisz a filmet már úgy is láttuk, színpadon csókolózni, az természetesen az adott szituáció határozza meg, az adott jellemek, azoknak a pszichikai késztetése. Egyet tehet csak meg, ha valaki tanít ilyen tantárgyat, már legalábbis színészmesterséget, hogy kijavítja, hogy a lehető legjobban legyen az illusztrálva vagy eléadva, amiről az irodalmi mű szól, ha akarja. Mindjárt bemutatom, jó? Jó, én ezt akartam kérni, de akkor most már hat kérjek. Mondjuk, óriási nagy szerelem, Antonius és Kleopátra. Hát nem mindegy, hogy Antonius hogyan csókolja meg Kleopátra. Hát az egyáltalán vagy nem mindegy. Másfajta szerelem, vagy ahol nem szerelem, szóval sokféle csók van. Na jó, hát egyet-kettőt megpróbálunk, jó? Próbáljuk. Majd meglátjuk. Kedves hogy... nézők, itt én már az előbb mondtam a sürgésforgást, tehát akkor most kiderül, hogy miért volt olyan sürgésforgás. Schubert Éva tanítványai közül itt vannak ketten. Ketten, mégpedig a Liszt Ferenc Zeneakadémiának a másodéves énektanszakos hallgatói, akik operaénekesek lesznek, Kerék Judit és Szvétek László. Vagy Kleopátra és Antonius. Ebben az esetben igen. Na most mondjuk, vegyük azt a jelentet, gyerekek, amikor már Kleopátra tulajdonképpen menekülésre késztette Antonius, szóval megadta magát, szégyeli magát Antonius, hogy egy rongy miatt, hogy elcsókolta a birodalmat, és akkor megérkezik, éppen tulajdonképpen szemrehányást tenne neki, Kleopátra irgalomért esedezne, de a szenvedély elfogja, és azt mondja, mindegy nekem, csak imádjuk egymást, és csók. Rohanjatok egymásnak, és egy ilyen szenvedélyes csókot kérek, mert csak azért is érdekes ez, mert a Kámaszútra szerint én csak négy alapcsókról tudok, és ez az úgynevezett hajlócsók. Hát kérek egy ilyen nagy szenvedélyes hajlócsókot. Rohanjatok! Jobban lássalak titeket. Jó, tényleg jó. Na most már hagyjátok abba, gyerekek. Komolytalan lesz a dolog. Köszönöm szépen. Ez az egyik. Most van egy nagyon szép, akar valamilyen Rómeó Júlia csókot. Igen, első nagy, szerelem, mondjuk, először, jó? Love story. Love story. Először van módjuk csókolózni, mindketten még nagyon érintetlenek. Tehát még igaziból nem is tudják, hogy kell. Ez az egyenes csók, amikor még csak épp, hogy érintkezik a száj, lepke könnyűséggel, jó? Rá, egymásra néztek? Kezecskétek maga. Úgy. Nagyon szép. És ezt hogy lehet rosszul csinálni, Éva, amikor tényleg a tanárnak ki kell javítani? Hogy lehet elrontani egy ilyen egyenes csókot, hogy görbe legyen? Hát, hogy görbe legyen. Hát mondjuk akkor lehet elrontani érdekes módon, ha igazi kapcsolat van köztük. Sokkal nehezebb az embernek a saját szerettével játszani, mint idegennel. Ez válasz arra is, amit az előbb kérdezett, hogy van az embernek a saját férjével a legnehezebb játszani. Ez így van. Igen, van, amikor a természetes szégyenkezés van. Ez ugyanolyan, amikor egyszer, mint civil átmentem egy színpadon, majdnem elsüllyedtem szégyenembe. Mert nem mint színész mentem át, hanem mint civil. Na, most van egy harmadik fajta. Most nem rendelek, akkor most szabad. Akkor most én. Megint a klasszikus iroda, mégiscsak Shakespeare a világ fele, mint Petőfi mondta. Tehát most a makrancos hölgyből, mégpedig a szorít, nem is a szorítót, várjatok csak. Na jó, hát egy ilyen vad csókot, amikor az fordító csókot, hogy elfordítja az arcát. Tehát most meg akarja törni Katát, aki nem adja meg magát, Petrucchio. Petrucchio és Kata természetesen. Na?
Ne engedd magad, fordítsd el a fejét, lássam, úgy, törj meg lassan, add át magad, úgy van, jó van, köszönöm szépen. Na még most valami meghatót is, jó, mert nem lehet, nem csak ilyen vidám és szenvedélyes az élet. Feküdj csak le, légy szíves ide erre a kis lépcsőzetre, úgy né, dobáld le a hajadat erre, mert az embereken szép haja van, azt használja a színpadon. Így van. Most mondjuk, hogy ez a halott Desdémona, és Otello, miután rájött arra, hogy ártatlanul halt meg, és ő folytotta meg, egy úgynevezett szorító csókot, egy ilyen engesztelő utolsó nagy csókot nyom ajkára a halottnak. Állj meg, térdelj le, úgy. Ez nagyon szép, hogy a haját egy kicsit, mint utolsó emléket, úgy. Térdelj le a jobb térdedre. Mindig arra térdelünk, amely kifele van. Nem az a jobb, ez a jobb. Ez a jobb. Ez fordít. Úgy, így. Jó, és most úgy, hogy lássam az arcodat itt. Menj egy kicsit följebb. Úgy. Így, lássalak titeket. Arra mindig gondoljatok, hogy... Föl vagytok oldozva. Köszönöm szépen. Na most búcsúzol talán egy vicces puszit, jó? Vígjáték itt. Ilyen, egy csiki pucit, hogy köszönöm szépen, hát ennyit a pusziról. És azt hiszem, hogy itt a kollégák nevében is megtapsolhatjuk a két színű vendéget, Schubert Éva tanítványait. Kedves nézők, csókkal folytatjuk, megint másfajta csók, ahogy ez már lenni szokott, de maradunk a színészetnél, színész következik, és rögtön meg fogják tudni, hogy kiről van szó, hogyha csak annyit mondok, Csocsi. Mikó már? Már azt hiszi az ember, hogy biztos leteszi. Na jó. Jó, akkor pusztantalak benneteket, jó? Egész dinasztiát. Culát, Bélát, Gézát. Ne hülyeség, beirattátok az óvodába? És ott van oda... Aha. Na jó, Csocsi. Csocsi, puszó. Puszetta mindenkinek, igen. Bélát, Culát. Na ne hülyéskedj! Hát az 30 forint... És ezt csak így mondod? Jó, most már tényleg már itt sürgetnek, jó? Jó, itt valami felvételt akarnak csinálni. Aha, nem tudnak... Bárhogy igaz, egyen meg a pofátokat, jó? Mindnyájatoknak. Culát. Egyen magatok egy kis pofáját. Igen, én vittem le sétálni. Aztán meg engem vittek, igen. Mindig akkor jó egy szám, hogyha van egy komoly alapja. Itt konkrétan arról volt szó, hogy az egész gyerekkorom azzal telt el, hogy hallgattam, hát ez túlzás persze, hogy hallgattam apukám telefonbeszélgetéseit. És akkor még nem is került ennyibe a telefon, ő pedig ismert sportvezető volt a Csepel NB1-es csapatának, sőt előtte a Vasasnál is volt, meg még előtte Dunaújvárosban. És tulajdonképpen a telefonon nem volt elég, hogy a meccs lement, vagy egy edzés, igazából a telefonon még este az egész család minden, akkor még nem volt tévé kicsi koromban, de rádiót se lehetett hallgatni, mert iszonyatos hangerővel, írtó jó szavakat használva, nagyon jó szavakat szülve. Hát például őtől hallottam ezt a Csocsi, meg pusszantalak benneteket, pusszantom az egész dinasztiát. És akkor nekem már csak rögtönözni kellett, amikor arra került a sor 20 év múlva például. Előfordult olyan, hogy színpadon egy teljesen más műfajban játszottál, és mondjuk valamelyik közkedvelt szót fölkiabálta egy néző? Hát egyszer. De ez is jellemző, hogy olyan városban történt, ahol nincs állandó társulat, és 6 előadást játszottunk a Revizorból. Nem mondom direkt a város nevét, mert egyébként nagyon szerettünk ott játszani. De egy színházon felnőtt város, tehát ahol az ifjúság színházon nőtt fel, annak nem okoz gondot, hogy ma ezt játssza egy színész, másnap kabaréba lép fel, harmadik nap zenésbe, Bónigróf, utána Hamlet. Hát egy ilyen városban egyszer játszottuk a Revizort, ahol én, mint polgármester, nagyon komolyan bejövök az elején. A darabon egyébként rengeteget lehet nevetni. Ha jól van játszva, akkor legalább annyit, mint egy jó kabaré. És akkor
A belépésem pillanatában, amikor még meg se szólaltam, tehát nem adta meg az iccelt, hogy én jó leszek vagy rossz, fölkiabált, ez sok évvel ezelőtt volt, fölkiabált, hogy Csocsi egy gyerek. Egy ipari tanuló bérlet, amitől hát meg lehetett volna halni, mert nekem utána egy nagyon komoly szerepet kellett végigjátszanom. Egy főszerepet, a polgármestert. Úgyhogy arra késztetett, hogy még erősebben koncentrálva, még inkább valahogy jobb legyek aznap, hogy a közönséggel is elfelejtessem ezt a Csocsi affért. Mert természetesen, amikor fölkeltett a Csocsi, akkor volt egy kis derű. De egyébként, hogyha egy színész a szerepét jól játsza, akkor nem hiszem. A jó játszásban azt értem a jó játszás alatt, hogy benne van a közepében egy szerepnek. Akkor megyek vele. Akkor elhiszem, hogy most ő a Csocsoszán, ő a, nem tudom, a Pinkerton, minden, férfi szerep, női szerep, dráma, Rómeó, Júlia. De ha nem jó, akkor nagyjából mindegy. Szóval akkor nagyjából mindegy, hogy csinál-e kabarét, vagy nem. Akkor úgyse tudok vele menni. Hát a Szalátiszta 11-es, az esküszöm, az Úristen esküszöm, hogy az nincs bíró, aki nem adja meg. Halál 11-es, az utána 4 évig kórházban. Igen, mi? Bélát, Macát? Mind a hatan? Na, Bélát, de Bélát nem. Jó, jó. Arra vagyok kíváncsi, hogy ilyenkor látod magad előtt, amiket mondasz. Megjelenik? Te érted, amit most beszélsz? Én igen. Hát akkor én is. De az más, látod? Hát dehogy más. Hát én is. Megjelennek ezek a képek? Hát tulajdonképpen részben megjelennek. Hát láthattad, hogy egy csomó olyan volt, amit a mostani helyzetre improvizáltam. Tehát ami most történt, nyilván. Igen. Ezért kérdezem, hogy... Akkor ér valamit egy dolog, hogyha tényleg megjelenik annak. Ez a színészetnek is a lényege. Hogy szöveget mondunk fel, csak úgy mondjuk, vagy érzékletesen megjelenik a dolog. Hát persze, hogy megjelenik. Tizenhetes parcell. Igen, gyertek, mi is. Jó. Elnézést, egy pillanat. Igen, itt félbe akarnak szakítani, de ne. Igen, tedd le a mikrofont, én nem teszem. Csocsi. Jó, sziasztok, akkor pusszantalak benne. Nem tudom, tudják-e, kedves nézők, hogy mi a csókolózás világrekordja? Na. Na, mennyit? Na, órában lehet tippelni. Nem tudom. 5 óra. Ah, kevés, megmondom a Guinnessből. A nevek nem is érdekesek, 84-ben állította föl egy hölgy és egy úr, 17 napon és további 10,5 órán keresztül csókolózott. Mikor ettek? Hát ez nincs benne a Guinnessben, nem tudom. Csókolózás közben, csócsával. Kedves nézők, május 30-án zöld fesztivál lesz a Népstadion szoborkertjében, meg a Budapest sportcsarnokban. Lesz természetgyógyász bemutató, rendelnek is, mindenféle biotermékek, játéktotó. A főnyeremény egy katalizátoros személyautó, úgyhogy érdemes lesz kimenni 30-án. Május 27-én szerdán, viszont este 7-kor a Korona Pódium a Turmixot látja vendégül. A vendégeskedésen ezúttal a két műsorvezető, Kudlik Júlia és Antal Imre lesz. A közreműködők Zalatnai Cini, Pitti Katalin, Mikes Lila és a Manhattan együttes. Vendég Bogdán György, a Las Vegas Casino tulajdonosa. Én azt hiszem, hogy hát önök is látták, hallották, mennyi, hányféle csókról volt szó már ebben a műsorban. Én biztos vagyok abban, hogy Schubert Éva, mint jó, na most nem színésznőt mondok, háziasszony, tud valami olyan csókkal szolgálni, amiről eddig nem volt szó, tud? Tudok. Habcsók. Hab. Szabad lesz egy receptet elmondani, nagyon egyszerű. 5 tojás fehérjéből habot, verünk, majd 25 dek a cukorral fél óráig keverjük, hozzá 10 dek a diót, félbevágva, félgeresztekben. Lehet, ezt csak zárójelben mondom, mazsolát és 5 dek a cukrozott gyümölcsöt, akinek sok pénze van. A tepsit kikenjük vajjal, liszttel, kis halmocskákat rakunk, langyos sütőbe, nem is sütjük, szárítjuk. Jó étvágyat kívánok hozzá. Én akartam magának hozni négercsókot, de nem kaptam. Így hát, kedves nézők, búcsúzunk, találkozunk a jövő héten, a vasárnapi Turmix természetesen gyereknap van, gyerekekkel fog foglalkozni, és nem is tudom, hogy búcsúzunk stílszerűen. Nálunk a családban úgy volt, hogy pusszancs, ne bosszancs. Viszontlátásra!